Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is... Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Vendégünk van itt a stúdióban, egy olyan ember, aki, hát... Nagyon kevés időt tölt itthon, mert állandóan jön-megy, folyamatosan forgat, és mi szájtátva hallgatjuk az ő bejelentkezéseit, mert nagyon izgalmas helyszínekre látogat el, olyan helyszínekre, ahova, hát ahogy szokták ott mondani, a halandó ember ritkán tud bejutni. Hát meg nem akar, tudod? Meg sokszor nem akar elmenni, meg sokszor talán a saját életét jobban félti, viszont Novák András, aki eljött hozzánk, ismét izgalmas helyen volt. Hello András, jó reggelt! Sziasztok, reggelt, jó reggelt, sziasztok! Sziasztok. Nem tudom, egyébként nem feltétlenül jó az izgalmas szó, az érdekes, talán azt is mondhatjuk, hogy a szomorú talán jobb jelzők, hogy hát nincs nap, hogy ne hallanánk a menekültekről. Ez egész egyszerűen nem tud úgy az ember eltölteni egy napot, hogy ne hallaná, ne olvasna valamit, és te most úgy döntöttél, hogy elmész Törökországban, és megnézed, hogy hol élnek ők, ugye? Vagyis meglátogatsz egy menekült tábort. Igen, egy egészen más oldalról szerettem volna bemutatni, ugye eddig mindig azt mutattuk be, hogy ahogy vonulnak Európa felé, de azért azt ne felejtsük el, hogy 4,5 millió menekült Szíria környékénél, ebből 2,5 millió Törökországban. Ez egy hosszú levelezés volt a török külügyminisztériummal, amíg végre beengedtek egy ilyen, sőt, 3 különböző táborba mentünk be. Ami különleges, hogy ez rögtön a szír határ mellett van, tehát ott a háború van, és amikor mondtad, hogy milyen jelzőt kéne találni ezekre az utakra, akkor most én nem gondoltam volna, hogy most mondhatom, hogy veszélyes út volt, mert bármilyen hihetetlen, amikor 5 kilométerre voltunk a határtól, akkor az iszlám állam elkezdte lőni azt a várost, ahol jártunk, ez a Kilis nevű település. Az iszlám állam átlő Törökországba? Igen, ez nagyon megszokott dolog? Nem. Hónapok óta nem volt átlövés, tehát nem lőttek át katyussákat, ezek ilyen régi szovjet típusú katyussák, és ami hihetetlen, hogy az első 3 nem talált, az délelőtti rakéta volt, és valószínűleg ilyenkor bemérték, hogy hova ment be, és ezután kiszámolták, hogy hogyan kell lakott területre, és valóban sikerült nekik. Nagyon szomorú a történet, mert egy 4 éves kisfiú és egy 50 éves nő meghalt, 80 nagyon súlyosan megsérültek, azonnal kivonult a török rendőrség, 5000 embert evakuálták, hát nem lehetett tudni, pánik volt. Hát ilyenkor mit csinál a riporter? Megráztuk magunkat, oda mentünk és bejelentkeztünk az esti startba. Hát nem tudsz mit csinálni, hát ha pont ott vagy. Tehát azért mentünk, hogy menekülteket forgassunk, és belecsöppentünk egy olyan támadásba, amit az iszlám állam. A törökök mit mondanak, hogy az iszlám állam miért lő át a határon a törökök felé? Hát ahogy mondod, ez eddig nem volt megszokott. Ez nem volt megszokott, folyamatos a konfliktus. Tehát a török légierő, bár nincsenek róla hírek, folyamatosan bombázza az iszlám állam állásait, tehát folyamatosan járőröznek, egyfajta hergelés is megy. Tehát ezek a repülők, illetve a török légierő F-16-osai folyamatosan átmennek szíriai területekre, és nézik az embereket. Először is azért, mert vannak menekültáborok a szíriai oldalon, amelyekben nagyon sok pénzt fektetett a török kormány, azokat védik is egy szempontból. A másodszor pedig nem lehet az ilyet válasz nélkül hagyni, tehát ilyenkor azonnal mennek a török légierő, és azonnal bombáznak, amit csak lehet lőnek ilyenkor. Most milyen állapotokat találtatok a menekültáborban Törökországban? Igen, ez nagyon furcsa volt, mert nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor 3-4 évig sátorban, konténerben élnek emberek, és igazából ez érdekelt engem, illetve hogy kezelik a törökök a ekkora, tehát 2,6 millió emberről beszélünk, akiket nap mint nap eltartanak, tehát etetnek, pénzt adnak nekik, a villany és a víz ingyen van a menekültek számára. Hát nagyjából úgy kell elképzelni, egy konténer akkora, mint ez a stúdió, tehát mit tudom én, egy ilyen 4 méterszer 3 méter, 4 méterszer 4 méteres konténerben 10-12 ember lakik, valóban van egy nagyon pici vécé, egy fürdőhelység, egy pici konyha, de hát egy szobában 4-en, 5-en, 6-an alszanak, emellett készpénzt kapnak a török kormánytól, tehát kifejezetten segítik őket, tehát úgy gondolják a törökök, hogy nekik ez feltétlenül szükséges, de már nem bírják, hiszen folyamatosan jön a hullám, és ugye nem Törökországból jön a hullám, tehát azért látnunk kell, hogy mi itt úgy gondoljuk Európában, hogy Törökországból jönnek át, de hát a törökök is megkapják az iráni menekülteket, a pakisztáni menekülteket, az iraki és a szíriai menekülteket, a többiről nem is beszélve Észak-Afrikából, ugye Marokkó, Tunézia most onnan is elindultak, szóval nekik is valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, nem nagyon tudják, és ezért döntenek úgy a menekültek, akik nem férnek be ezekbe a menekültáborokba, hogy nekivágnak annak a hihetetlen halálos útnak, ugye az égei tengernek. De azért nem lehet cél egy menekült tábor, vagy egy menekültnek, hogy mondjuk egy sátorban, vagy egy ilyen konténerben lakjon. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ők azért mennek át, hogy ott majd meghúzom magam, és utána visszamegyek Szíriába, vagy ez a céljuk? Igen, ezt is megkérdeztem tőlük. Tehát ez egy nagyon fontos szempont volt. Szerintem ez minket is érdekel itt Európában, hogy ez a nagy tömeg tovább akar eljönni, vagy tetszik nekik az a tábor. És a legtöbben azt mondták, hogy ők szívesen maradnak a táborban, mert nagyon
nagyon közel vannak a hazához. Uh-huh. Tehát azért ez körülbelül olyan, mint hogyha nem tudom, 5 kilométerre lennénk a magyar határtól például Ukrajnában, akkor azért nagyon úgy érzed, hogy nagyon közel vagy a hazához, és ők nem akarnak eljönni. Aha. Tehát nem akar rend lesz, akkor visszamegy. És nagyon arra számítanak, hogy rend lesz nem sokára. Tehát én azt gondolom, hogy és most már talán egy pici lépések meg is történtek, ugye az oroszok tegnap bejelentették, hogy felfüggesztik a katonai akciót Szíriában, tehát történtek olyan lépések. A légierő marad, meg a kiszolgáló személyzet is. Igen, tehát bombázások lesznek továbbra is, viszont nagyon sokan azt mondták, hogy azért jöttek el, mert az oroszok bombázták az ő területeiket, bombázták az ő földjüket, és ezért jöttek el. Akik egyébként most jönnek Szíriából és Irakból, ők nem a menekült táborokból érkeznek, ők átjönnek a határon, átszöknek a határon, és már jönnek is tovább. Ugye Nyugat-Törökország és utána az Égei tenger. Most nagyon sokszor forgattál már a menekültekről különböző helyszíneken, de most mégis visszamentél. Mi volt az az új dolog, amit még meg akartál mutatni, vagy mire voltál kíváncsi? Magára menekült táborokra, hogy milyen ott az élet, hogy zajlik, hogy néz ki mondjuk egy szíriai menekült egy napja, egy török menekült táborban? Nem reklámozzák a törökök a menekült táborokat. Mi voltunk az első magyar stáb, akit oda beengedtek, tehát ez mindenképpen újdonság volt. A másik szerettem volna megnézni, elmentünk Bodrumba, hogy az embercsempészek hogyan veszik fel a kapcsolatot az odaérkező menekültekkel, utána mi át is komposztunk, hát bármilyen hihetetlen, akivel én délután beszéltem pakisztáni, hogy mit csinálnak az embercsempészekkel, őket átvitte az embercsempész, én beültem a komba, és nagyon egyszerű az Európai Uniós útlevelemmel átmentem Görögországba egy óra alatt, és utána másnap ott találkoztam ugyanazokkal a pakisztániakkal, hogyan csempészik át őket. Tehát ez volt egy érdekesség, ebből lesz még néhány film. Tehát én arra gondoltam, hogy ugye ez a kritikus rész, eleve Törökországot tartom az egész menekültválság alfájának és omegájának. Tehát oda jönnek az emberek, onnan jönnek be az Unióba. Az Égei tenger ugye a legkritikusabb terület, és innentől szerettem volna megmutatni, hogy mi történik. Az, hogy Idomeniben mi történik, azt látjuk, mert kint van 30 stáb, itt az Égei tengeren nem nagyon vannak stábok, illetve nagyon kevesen forgathatnak török menekült táborban. Visszatérve még igen, pont a menekült táborra. Tudtál esetleg interjút készíteni valakivel, hogy ezt nekünk nagyon nehéz egyáltalán elhinni, átgondolni, vagy belegondolni, milyen lehet az ő életük, de nem tudják, mikor mehetnek vissza, nem tudják, hogy mennyi ideig tart a háború. Felkelsz egy menekült táborban, mondjuk van két gyereked, és mi történik velük egész nap? A gyerekeket iskoláztatják? Foglalkozik velük valaki? Hát itt 2 millió emberről beszélünk, hát ennyi gyereket nem lehet elküldeni iskolába, nem lehet megszervezni, vagy sátranként egy tanító, egy török tanító kimegy, és 30 gyerekkel leül ott valahol a semmibe, és elkezdi őket mondjuk írni, tanítani. A gyerekek a kritikus kérdés egyébként. A történetben gyorsan két történet. Találkoztam egy fiatal édesapával, nagyjából velünk egy idős. Szírekkel? Igen, és azt mondta, hogy most született meg a kis fiam, aki most 5 hónapos, szír állampolgársága nincs, de törököt meg nem kaphat, és most jöttem rá, hogy akik az elmúlt években a török táborokban születtek, idézőjelben a senki földjén, nem létező állampolgársággal nőnek fel ezek a gyerekek, mert ugye szíriai még nincs, török pedig nem lehet, mert egy menekült táborban vannak. A török kormány előtt egyébként, ha az oktatásra kérdezel, le a kalappal, 400 ezer gyereket tanítat. Ezt úgy oldották meg a táborokban, hogy ilyen konténerekbe a menekültek között lévő tanárokból verbúváltak komplett tanári kart. Ezt úgy csinálták, hogy létrehoztak egy iskolát, kineveztek az élére egy török iskolaigazgatót. A tanárokból, hát konkrétan a kilisi táborban 160 tanár tanít, ebből 15 török, aki törökre tanítja a tanárokat és a gyerekeket, és a 160 tanár egészen a 3 éves kortól, tehát óvodásokig, egészen az érettségig, ráadásul a törökök elintézték azt az érettségi rendszert, hogy a szírek által letett érettségit elfogadják a török egyetemeken, és bizony már vannak olyan menekült szír fiúk, lányok, akik elvégezték az leérettségiztek, és a pontjuk által bekerültek török egyetemekre. Tehát azt mondták a törökök, hogy a legnagyobb veszély abban van, hogyha ezeket a muzulmán gyerekeket nem tanítatják, mert a szélsőséges, és tulajdonképpen az a terror legfőbb alapja, ha ezek a gyerekek nem lesznek tanítatva. Hát igen, meg a szírmenekültek, egy nagyon értékes ország, nagyon értékes embereiről beszélgetünk egyébként, tehát orvosok, közgazdászok, ügyvédek, hát hihetetlen agyak vannak hihetetlen, egyébként a szírek között, hát nagyon iskolázottak, nagyon értelmesek. A statisztikák szerint Szíriában az egyetemet és főiskolát végzettek aránya magasabb, mint Magyarországon. Így van, hát azt mondja, hogy nagyon értékes népről, nemzetről beszélünk egyébként. Hát ezt ki is használják a törökök, így van, ki is használják, és ezt jó értelemben
ebben mondom. Tehát hihetetlen, hogy minden egyes menekült táborban, egy 15-20 ezer fős menekült táborban 4-5 ezer fős iskolákat működtetnek. És tényleg bementünk, ahol számítógépek vannak, vetítők vannak a gyerekeknek, és azt mondták, hogy nem kényszerítik a gyerekeket és a tanárokat, hogy tanuljanak törökül, egyszerűen csak lehetőséget adnak, illetve hogy lefoglalják magukat. Ugye pontosan azért, hogy ne menjenek el az extremitás irányába, nehogy véletlenül terrorista váljon belőlük. Ez egyfajta talán nemzetbiztonsági kérdés is Törökországban, meg egyáltalán jövőképet mutassanak. Munka lehetőségük van? Nagyon érdekes, ugye a felnőttek otthon ülnek, és hát a nők mosnak, főznek, saját üzletek vannak a menekült táborokban, ahova mehetnek vásárolni. Leginkább az igazság, hogy unatkoznak és nem tudnak mit csinálni. Ez egy elég nagy probléma. Néhány ember szabad kibejárás van a menekült táborokba, tehát nem nincsenek bezárva, amellett, hogy szöges drótok veszik körbe, privát biztonsági szolgálat van, szöges drótok fölött kamerák vannak elhelyezve, szóval nagyon-nagyon vigyáznak rájuk, mondják, hogy nincs is semmilyen bűncselekmény, nincsenek, tehát ezek a menekült táborok ilyen szempontból biztonságosak, de hát nem tudnak mit csinálni, mindenki arra vár, hogy hazamehessen. Tehát itt az valószínű a nagyhatalmak szempontjából a szíriai konfliktus megoldása lehet majd az, amikor rengeteg szír menekült hazamehet. Az összes többi menekültről ugye most nem tudok nyilatkozni, amikor Bangladesből, Sri Lankáról, Pakisztánból érkeznek ide, mert ők ugye hallják, hogy jaj, megnyitott a kapuit Európa, oda még nem jutott el az információ, hogy közben lezárták a határokat Idomeninél, vagy az osztrákoknál, vagy a németeknél, és az áramlás még mindig tart. De ha valaki szeretne integrálódni török társadalomba, akkor azt meg tudja tenni? Mondjuk esetleg volt egy kis készpénze, úgy jött át, és azt mondja, hogy én nem akarok itt élni, én tudok mondjuk törökül, munkát akarok vállalni. Akkor kimehetsz a táborból, és azt mondod, hogy hello? Hát sokan be sem mentek a táborba, tehát akik jobb módúak voltak, és mondjuk egy kis porolt pénzzel érkeztek meg Törökországba, azok rengeteg üzletet vásároltak fel, tehát konkrétan megvettek cipőboltot, kebabost, stb., és bizony szírek foglalkoztatják, tehát a déli településeken, az utcán már két nyelven beszélnek az emberek, és ezt egyáltalán nem úgy értékelik a törökök, hogy eljöttek, hanem hogy is mondjam, nagyon jó viszonyban volt Szíria meg Törökország. A törökök úgy tekintenek a szírekre, mint egy kicsit a magyarokra, hogy ők is az ottomán birodalom egy része voltak anno. Ezt én is mindig megmosolyogtam, hogy akkor mi is egy testvérek és barátok vagyunk, tehát a törökök így nyilatkoznak a magyarokról, de valóban a szírekről is így beszélnek, és ez nekik egyfajta gazdasági segítség, illetve hát kihasználják ezt a lehetőséget, hogy nagyon sokan pénzzel jöttek, és ezt befektettek és beruháztak Törökországban. Hogy találkozik egy család magával az ember csempészekkel? Tehát ott állnak a parton, fogják a gyerekeket. Nem. Buszok. Tehát ezt úgy képzeld el, mint a Népligetnél megérkeznek a távolsági buszok, hiszen a menekült, a Törökország iszonyú nagy 2500-3000 kilométert buszoznak keletről, délről, amire eljutnak Nyugat-Törökország, Izmir, Bodrum. És a buszpályaudvarokon bizony már az ember csempészek tudják, hát leszáll 10 darab iraki, vagy 30 darab iraki, meg 200 pakisztáni, meg 100 iráni, egyből tudják, hogy oda kell menni. Itt és itt a találkozó hely, este 8-kor, 10-kor mindig sötétedés, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem nyílt színen zajlik ez az alku. Oda mennek és megmondják, hogy például a mostani tarifa az 1000 euró. Fejenként? Igen. Tehát ez 1000 euró fejenként, hogy kapsz egy darab mentő mellényt, 11 darab mentőcsónakot, amiben aztán sose ül bele ugye az ember csempész, csak útnak indít benneteket, hogy ott a part, az már Görögország, tessék elindulni, ugye? Elviszik őket egy olyan partra, amiről egy eldugott részre, ott megmutatják, hogy ott vannak a fények, hiszen ez az 5-10 kilométer, azért ez látható. Tehát a görög szigeteken a fények láthatóak. Abba az irányba tessék el tekerni, azt vagy van annyi benzin abban a kicsi motorban, ami a gumicsónakban, vagy nem, ha nem, akkor itt vannak az evezők, húzzatok odáig, általában 2-3-4 óra alatt át lehet érni. És most, hogy megjött a jobb idő, nagyon sokan indultak el megint, tehát a télen azért csökkent a szám, mert hullámzott a tenger, nagyon hideg volt, ha beborultak, tényleg problémás. Tehát most is láttunk olyat, hogy amikor kijönnek a vízbe, azért a víz most is hideg, tehát 10-12 fokos, tehát azért nem nagyon jó beleborulni ezekbe a történetekbe. Az embercsempészek pedig ezt kihasználják, tehát nagyon uralják a nyugat-törökországi területet, ez nagyon kemény mafiáról beszélünk. Hát gondoljatok bele, hogy ha 10 000 ember elmegy és 1000 eurót fizet, az 10 millió euró per nap. De ha 1000 ember, akkor 1 millió euró per nap. Tehát hihetetlen nagy pénzről beszélünk. Nagyon uralják ezt a területet. Tehát ezért nem tetik meg a menekültek, hogy leszállnak a buszról, vagyunk 10-en, veszünk egy gumicsónakot 2000 euróért, és tulajdonképpen fejenként akkor 400-200-300 euróért átevezünk magunknak. Hát az embercsempészek fogják, tehát ez egy nagyon kemény mafia, amelyik fogja ezt a területet, hogy hogyan lehet áthajózni.
a görög szigetekre. Tehát nincs ilyen, hogy akkor Törökországban veszek egy 4 személyes gumicsónakot, és aztán pedig mi útra kelünk, mert az ember csempészek ott lesznek a parton. Így van. A török hatóság miért nem próbálja ezeket a csónakokat megállítani? Na, nagyon tehát jó ugye ők alkudoznak Európából, hogy ennyi és annyi pénzt kérnek, meg próbálják zsarolni az uniót, meg eurómilliárdokat kérnek, ugye, hogy segítsen nekik az unió. De hát akkor cserébe például ezeket a csónakokat meg lehetne állítani. Úgy tűnik, hogy nem akarják megállítani, nem? Hát nyilván egy hosszú partszakaszról van szó, és nem tudnak mindenhova őrt állítani. Miért nem állítják meg a csónakokat? Ez pont olyan kérdés, hogy miért nem állították meg eddig a szerbek, a macedónok, a szlovénok, mert senki nem akar. Tehát ha te megállítasz menekültek, akkor ott marad nálad. Ott gyülemlik fel. Nagyon csúnya szó így emberekről beszélni, de nincs erről szó. Tehát amikor a macedónok azt mondták, hogy megállítják a menekülteket, akkor igazából egy országgal szúrtak ki nagyon, Görögországgal. Ez ugyanolyan, amikor a magyar kerítés megépítettük, akkor a szerbekkel szúrtunk ki. Amikor a szlovénok mondták, akkor Szerbia, vagy bocsánat, akkor Horvátországgal szúrtak ki. Tehát mindenki az alatta lévő országgal szúr ki. Lehet ezt azt mondani, hogy ez fél megoldás, vagy talán egész megoldás, de a görögök nem fogják sokáig bírni. Hát most 35 ezer menekült bóklászik Görögországban. A törököknek pedig ugyanez, ha visszatérve a kérdés elejére, tehát a törököknek pedig ugyanez a teóriájuk. Valahol muszáj engedjük, mert azt mondják, hogy eltartanak már 2,6 millió embert. Hogyan tartsak el még minden nap 2-3 ezer plusz menekültet? Hova tegyem őket? Tehát én oké, megállítom, a mi szempontunkból azt megállította a török. Nem mit csináljon velük? Hova tegye őket? És mit csinálnak Görögországban? Partot érve, onnantól kezdve bóklásznak? Nagyon... És most pénz nélkül, igen. Sokszor iratok nélkül, euró nélkül, ők mit tudnak csinálni? Nem bóklázhatnak, tehát most már hihetetlen, de magyar rendőrökkel is találkoztunk. Ki van írva, amikor partra szállsz, hogy akkreditáció, merre kell menni, láttam körülbelül erről egy ilyen fotósorozatot. Így van, összeszedik őket a rendőrök, elviszik őket regisztrálni, fotót készítenek, új lenyomatot vesznek. Tehát egyfajta regisztrációt csinálnak, ez nem tudom, hogy mennyire felel meg az Európai Unió regisztrációs eljárásának. A görögök most tudom, hogy nagyon nagy bajban vannak, mert nem tudják, hogy mit csináljanak velük, mert ugye hivatalosan vissza kéne toloncolni Törökországba, de Törökország nem fogadja be őket, hiszen még ez az EU-török megállapodás nem született meg, erre a hétre ígérték. De ha tovább engedik őket, ha ott tartják, most vannak segélyszervezetek, tehát enni, inni kapnak, a családokat eltartják, tehát hogy van orvosi ellátás, tehát a Médecins Sans Frontières ott van, a Human Rights ott van, tehát azt kell, hogy mondjam, a UNHCR rengeteg emberrel van ott kapnak, de ha bent tartják maguknál őket, akkor tovább gyűlik a tömeg, és ez egyfajta megint felkérés táncra, hogy jöhettek nyugodtan Görögországba, majd ellesztek. De a görögök azért is vannak bajban, mert most már kormány olyan kérést tett az emberek felé, hogy gyűjtsenek élelmiszert a menekülteknek meg, mert tényleg a városokban, a falvakban bóklásznak, és nem tudják kezelni ezt a szituációt. Van erről bármilyen szám, hogy hány embert eresztettek úgy célnak, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak? Tehát regisztrálás nélkül, vagy regisztrálták, de azóta nincsenek meg, és vannak valahol, hát elképzelhető adatokat. Nagyságrendi van, ugye Idomeninél 14 ezer ember volt, ebből 2000 elindult Macedóniába, tehát most olyan 12 ezer ember lehet ott, emellett még 20 ezer embert regisztrált Görögország, tehát nagyjából most 35 ezer. De ez minden nap változik, hiszen minden nap érkezik 1000-2000-3000 Törökországból Görögországba. Na most ez a hullám az nem folyamatos, mert a komp, amelyik összeszedi a szigetekről a menekülteket, az kb. 3-4-5 naponta érkezik meg Szalonikibe és Athénba, és onnantól indul el egy tömeg. Azt lehet mondani, hogy kb. 2-3 hét múlva olyan 70-80 ezer ember lesz Görögországba. Fogalmam sincs, hogyan fogják ezt kezelni. A macedonok mondhatják, hogy megállítják őket, de a macedon hadsereg 7 ezer ember, és ha ott 20 ezer ember vagy 70 ezer ember azt mondja, hogy mi átmegyünk, akkor ők ott át fognak menni. Hát akkor azt nem tapasztaltad, amit leginkább mindenki keres a megoldást. Ja, nem, nincs tehát megoldás. Tehát továbbra sincs ez az egész helyzet megoldva egyébként. Tehát hiába, hát ha lesz egy olyan török EU megállapodás, hogy még több pénzt pumpálunk a törökökbe, és most ezt nem akarom rosszá ízzel mondani, mert rengeteget tesznek nem a törökök. Nem tudsz ma már úgy beszélni erről az egész kérdésről, hogy valakibe ez ne ébresz-e rosszá íz. Azért, mert azt gondolod, hogy ha én kérdezek valamit, akkor annak politikai felhangja van, ha te válaszolsz, azért válaszolsz úgy, mert te azon a csatornán adod le, és ez a meggyőződésed. Látom az SMS falat, tehát kihúzod a gyufát, én is, te is, itt bármit kérdezel, vagy mondasz, erről a kérdésről ma már nem tudsz effektíve, objektíven kérdést feltenni, válaszolni, mert nem lehet, mert valaki valamit úgyis belegondol, vagy azt gondolja, hogy azért kérdezed. Például azt mondják nekem, hogy csak egy SMS, Balázs, értékes nép, mondtam a szírekre, akiket egyébként én valójában annak tartok, megmutatták szilveszterkorn Kölmen. Írja egy olyan SMS hallgató, aki egy felületes hírfogyasztó, mert nem tudja, hogy Kölmen, akik ezt elkövették, legkevésbé egyébként szírek voltak. Tehát
tehát nem tudsz már úgy beszélni erről, hogy az ne váltson ki az emberekből indulatokat. Ugye a kölni esetről van szó, ott kiderült, hogy aztán végképp nem szír állampolgárok voltak. Minden más országból érkeztek, de nem szír állampolgárok voltak. A kölni esetről mi is beszéltünk. Igen, nem szabad a menekültvás. Nem szabad összemosni sok mindent, és a szírek nem voltak benne, igen. Na mindegy. Jó, szóval, hogy nem látod a megoldást. Egyelőre nem lesz megoldás, ha az Európai Unió Törökországgal megállapodik, és valóban még rengeteg pénzt pumpálunk Törökországba, hogy nyisson még táborokat, fogadjon vissza még menekülteket, illetve helyezen sokkal több katonát és rendőrt szolgálatban a nyugati partoknál, akkor esetleg lehetséges, de ez csak pénzkérdése. Angela Merkel meghívta a menekülteket, igazából neki van egyedül akkora hadserege és annyi pénze, hogy ezt megoldja ezt a történetet. Ugye ne várjuk már egy ekkora országtól, mint Szlovénia, Macedónia, Magyarország, hogy megoldja ezt a dolgot. Ez pénzkérdése. Ezek az emberek jönnek, egy hullám elindult, hiába teszel egy gátat a hullámba, attól még a hullám érkezik. Akárhova teszed a gátat, a mögötte lévő ország óriási bajban lesz. Ugye most Macedóniában van a gát, de ez nem fog sokáig tartani. Ennyi ember úgyis el fog indulni. Ha 2000 embert most nagyjából meg tudtak állítani a macedonok, valószínű 5-10-70 ezer ember, mert senki nem fog. Ugye Európában nincs tűzparancs, tehát itt nehogy arra számoljunk, nagyon sokan ilyen, hogy is mondjam, extrém, meg szélsőséges gondolatokkal lőni kéne, de szó sem lehet. Meglepődnénk, hogy mennyien vannak azok, akik ezt jó megoldásnak gondolnak. Ha csak az SMS falra tekintek, akik ezt egy teljesen exakt, jó és elfogadott megoldásnak tartanák, hogy akkor lőjünk. Ez ilyetetlen, hogy ebből milyen tőkét lehet kovácsolni. Csak egy kérdés, hogy nyilván ez egy ultra szélsőséges álláspont, ez a tűzparancs, de ha mondjuk olyan radikálisnak mondhatom megoldást vezetnének, mint amit például az ausztrál parti őrség, vagy az ausztrál kormány, vagy egy konzervatív kormány vezetett be Ausztráliában, hogy ezeket a menekült hajókat, ezeket a kis lélekvesztőket az ausztrál parti őrség, illetve a hadsereg visszafordítja az ausztrál partok előtt, és nem engedik meg semmilyen szín alatt, hogy partra szálljanak Ausztráliában, és ahogy lehet tudni egyébként, ott gyakorlatilag másfél éve nem is szállt a partra egyetlen menekült sem az ő országukban. Erre mi lenne a nemzetközi reakció? Nagyon jó a felvetés, nem megoldható. Tehát erre itthon életben, főleg olyan országokból volt kísérlet, amelyiknek nincs tengere, de van egy nagyon fontos tengeri szabály, hogy ha te olyan hajót látsz, amelyben menekültek vannak, amelyikben sérült emberek lehetnek, vagy bajba jutott hajóról van szó, vagy ember van a vízben, neked kötelességet kimenteni, különben ez bizony büntető eljárást von maga után. Tehát hiába, és most voltak is egyébként olasz NATO hajók, finn NATO hajók a görög-török partok között. De amikor te meglátsz egy gumicsónakot, és ott egy ember is úgy érzed, hogy veszélyben van, és te nem mented ki, akkor te mész a börtön. Tehát nem teheted meg tengerészként, hogy egy bajba jutott hajón nem segítesz. Ha pedig egy finn, egy olasz vagy egy görög hajó felveszi a menekültet, az már Törökországban nem viheti, hiszen az a török felségvizeken van. Hova hozza? Tehát magyarul a saját NATO hajóink hozzák be az Unióba, nem tudsz más csinálni. Tehát nem tudsz fizikai gátat húzni a tengere. Sokan gondolkodtak így, hogy lehetne, de nem tudsz, mert ha te tengerész vagy, te tudod pontosan jól, hogy egy bajba jutott hajó van, akkor neked azt ki kell menteni. Tehát nincs alternatív, ha menekültek vannak rajta, ha bárki van azon a hajón. Egy utolsó kérdés, csak nem tudom, hogy lehet-e számszerűsíteni, de te itt nagyon sok olyan országot mondtál, ahol azért effektíve nincs háború, csak lehetőségként elindultak Európa felé, mert azt hallották, hogy megnyílnak a kapuk. Hogy így van. Hát ezt az ember áradatot viszont senki nem fogja tudni megállítani. Hát azért itt 4-5 olyan országot soroltál, ahol nincs effektíve zajló háború, mint Szíriában, ahol valóban menekülni kell, hanem csak egy jobb élet lehetőségében, reményében egyszerűen elindulnak Európa felé. De hát kreálnak valami indokot, így kreálnak van. Indokot, itt 100 000 milliós nagyságrendről beszélhetünk. Ők a gazdasági bevándorlók, ez jelenti a nagy problémát, ugyanis ők rátelepettek. A szírek sokszor azt szokták mondani, hogy a mi madarunk szárnyaira ráültek azok a bevándorlók, akik elveszik tőlünk a levegő lehetőségét, hogy mi lélegezzünk, mondják azok, akik háborús területekről jönnek. És valóban így van, hiszen mondjuk az Észak-Afrikából érkező menekültek, Tunézia, Marokkó, Algéria, hát azért én tudom, hogy nem egyszerű országok, és nincs teljesen vallásszabadság, vagy Pakisztán, de hát azért nem mondjuk már azt, hogy háború. Egyáltalán nincs itt keresni valójuk az irániakról, meg aztán pláne nem értem, hogy mit keresnek itt. Több száz olyan menekülttel találkoztam, akik Iránból jöttek, úgyhogy csak férfiak, tehát hihetetlen, hogy mit keresnek egy menekült hullám közepén, amikor próbáljuk azokat elhelyezni már idézőjelben. Akik valódi bajban vannak, és családok Szíriából és olyan városból jönnek, amelyeket éppen bombáztak. Tehát ezért nagyon nehéz, és nagyon sokan összemossák, tehát ez egy óriási konfliktus még mindig. Igen.
Hát reméljük, hogy sikerült azért egy picit tájékoztatnunk mindenféle elfogultság nélkül, de hát ugye nehéz, mert úgyse tekintenek bennünket sem elfogult tájékoztatóknak, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Hát erről beszélni kell, a szemünk előtt zajlik a történelem igazából, úgyhogy muszáj, muszáj erről beszélni. Köszönjük szépen, hova mész legközelebb? Hát folytatom tovább Közel-Kelet, megpróbálok Irakba bejutni, most a következő helyszín az lesz Bagdad. Hihetetlen sok merénylet van most Bagdadban, és az iszlám állam Irakban még nagyon erős, a kurdok, a pesmergák már kinyomták őket, azt lehet mondani, hogy gyengül az iszlám állam, de Irakban még mindig erősek, tehát most úgy néz ki, hogy következő út az Közel-Kelet lesz. Családfeleség? Nem? Mindenki, oké. Igen, hol vannak, kicsit hazamennék most. Ne? Picit izgulnak néha, picit aggódnak, de hát igen, menni kell. András, köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen nektek. Hívjál, ha hazajöttél megint. Jó, köszönjük szépen, Novák Andrással beszélgettünk. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, mi van Lajcsival? Azt mondjátok meg nekem, mi van Lajcsival? Állítólag felszívódott Lajcsi, most olvasom a Blikben, kipakolta a kecót. Na most a kecó az egy ugye birtok. És elment Mexikóba. Mexikóba. Több kamion is beállt, és szemtanúk szerint a hátsó kapunk ment. Akkor nem vizerrel mentek, ott nagyon sokat kell fizetni a plusz fogyászért, akkor az valami nagyon, nagyobb járat lehet. És hogy mond, hogy léptek meg? Föld alatti járat, kis motor. De várj, de miért mentek Mexikóba? Hát nincs kiadatás a két ország egy jó között, tortilla. Ez az egyik. Vagy pedig szeretik a tacot. Nagyon szeretik az enchiladas. Egy jó tacot állít. Lajcsi, imádj a kaszadéjeszakok. De most ez nem valami ilyen bulváros túlzás, hogy Lajcsi elmenekült Mexikóba, ez az ember nem mehet el nyaralni? De elmehet. Elmehet, azt mondta egy héttel ezelőtt, hogy Olaszországba, Milánóba mennek. Na most Milánó meg Mexikó nem olyan nagy tévedés. És Milánóba én akartam menni. Igen, tényleg? Csak a gyerek beteg lett, és aztán változtattuk a programot. Lehet, hogy követ engem. De ti is Mexikóba. Mexikóba ugratottuk át. Ha nincs meg Lajcsi, honnan tudják, hogy Mexikóban van? Ez nagyon, mert ez, látták. Ma ezek tök hétfőzasszok. Látták Szolajéromban. Olvasói riporter. Olvasói riporter, mint Csicsenyicába feljelentette, mert látták már egy trombitával a kezében a csicsenyicai piramisok tetején. Így van, le volt éveli egy szombléró, és egy poncsóban játszott egy bályokháznak a szélén. És nagyon tetszett a helyeknek. Na de Mexikóval, ha nincs kiadatás, akkor ez azt jelenti, hogy Lajcsi elmenekült? Az egész családdal, az kitem, Lacsi nem tud elbújni, hát Lacsit megtalálják. Hát de onnan nem, ott ja, hiába nem találják ki. Meg, hát ott hiába mondja a magyar állam, vagy a magyar nem tudom kicsoda, hogy már pedig adják ki Lagzi Lajcsit, onnan nem lehet, azt mondják, hogy nem adjuk, minek adnánk. Még spanyolul a Galambos, azt értik? Ja, a Galambos. Nem, azt értik? Galambos, Galambos. Hát az... Lajos Galambos. Szerintem a spanyol egyébként simán megy. Lajos Galambos. Tízzel, jöjjünk ki a házból, Galambos. Lajos Galambos. Por favor, rossz, dos pizzos, rendelos. Minden ellenállós, értelmetlenos. Feltetkezosz, kilépházosz. Kedves feleségosz, nem megiasztosz. Galambos. Nachos, nachos. Szóval, hogy elmenekült Mexikóba. Amerikában tételezzük fel. Megbuheralos gázos. Mexikos not lopos villanyos. Tételezzük fel, én még mindig azt feltételezem, hogy szerintem egyébként ártatlan. Tehát én Lajcsi mellett vagyok. Most beküldöd osz, vizorra leolvaszosz. Dos kucsosz, velusz, nagyon harapos. Hátul nem elfotosz. Nem ugatosz, lövosz. Hátul is figyelosz, hátszó hajtosz. Nem elfutosz. Sortizosz. Ja, Istenem, elolvasom én ezt az újságot, gyerekek, mert most már komolyan mondom, már most már olyan jó lenne, ha valami kiderülne a Lajcsiról. Amerikán távozott zenész felszívódott, távozott zenész, a szomszédhoz hátszó kaposz keresztosz érkeztek a cuccosz kamionosz. Tehát elvitték a cuccait kamionnal? Minden kamion odállt, és elvitték Lajcsi utcáit. Hova, Mexikóba? Hát nem lehet, hogy Lajcsi egyébként nyaral, és közben a Blik csak azt fotózta, hogy betörnek Lajcsiékhoz? Nem lehet. Mindent elvittek. Lajcsi, olvassa ott örömmel. Most költöznek el, menekülnek országból. Nem csak kiraboltak a házat. Három csúkás csávon meg épp betörni kicsúl a Lajcsiékhoz, tudod. És benne van a készenlít. Mindenki csúkjában volt. Tényleg a tekesek, most pakolják ki, Lajcsi, hülye, betörnek. Ja, és sem. Olyan jó lenne, hogy
ha kiderülne, hogy mi ez az egész ügy Lajcsival kapcsolatban. Komolyan itt volt nálunk, nagyon kedveljük. Megszáson kívül is nagyon érdekes dolgokat mondott, amiről mi soha nem beszélhetünk adásban, de azért elmondott egy-két dolgot nekünk, hogy itt ki és mi és hogyan van a háttérben, de ha most ő tényleg elment az egész családjával Mexikóba ráadásul, az érdekes. Hát az meg érdekes. Akkor az, amit gondolsz erről az esetről, akkor már lehet, hogy nem úgy van. Nem? Hát, hogyha elment, hát, akkor... Ha elmész, akkor viszont azért kell menned, mert akkor nem. Igen, akkor valami történt, nem? Vagy ja. Akkor lehet, hogy ezt nem tudom. Na mindegy. Hát így alakult. Így alakulott. Így alakulott. Mexikos Galambos. Not Doridos. El Doridos. El Taridos. No Trombitos. No Trombitos. Jaj, Istenem. Jaj, de jó egy kicsit nevetni, gyerekek. Úristen. Na jó van. Oké. Lajcsi döntése logikus, a mariachi jobban fizet, mint a táridó. Tehát az lehet egyébként, hogy már valahol Cancúnban tényleg egy szállodában Lajcsi már iszonyatosan trombitál a kontinentális reggelinél. Igen, most törzsni, hogy a bal kezéről a sót jobbkal pedig beborítja neki. Telefonáljuk oda a mexikai nagykövetségre, hogy kiértek-e mentelmi jogot. Good morning, osz, mentelmi jogos, dos galambos, lajos. Amigos, dos amigos, dos mentelmi jogos. Good morning, osz, amigos. Itt a morning sauce. Dos amigos. Balázos. Mentelmi jogos. Janos. Ja, Istenem. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Hát a Lajcsi fantáziája mindenkinek megmozgatta a fantáziáját, Lajcsi, mert ugye egy napilap szerint ők elköltöztek egészen Mexikóig, aha. És hát nincs másról szó szerintem, mint egyébként a galambos család kipiheni az utóbbi fél évet, és elmentek egy kicsit nyaralni, de aha. Hogy kamionok lepték el a birtokot. Meggyőző mennyiségű váltóruhát vittek magukat. Igen. Hát igen. Na? Hogy miért voltak a birtok előtt ugye kamionok? Ez egy jó kérdés. A bulvárlap ugye összetette, hogy már költöznek. Szökik Lajcsi. Nagyjából erről szól a cikkeket, ezt így nem mondják ki. A kertek alatt. A kertek alatt. Ott fut, persze. A gyáma. Ott fut Lajcsi. Igen. Na végre hallhatlak titeket, egy magányos driver, Krisz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jó reggelt, M7-es Balatonfüred, ennyig lehajtónál matrica kontroll, enyhe torlódás, Gedővé küldte nekünk. Mérnek Kiskunmajsai temetőnél, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Most pakol a hatóság az M0-as 58-as kilométerénél a felüljárón, trafi van, úgyhogy vigyázzatok. Trafi van az M0-as a Budapest felé, a szokásos helyen mérnek a felüljáróról a Kistarcsai lehajtó előtt, Gianni küldte nekünk. M0-as Csömör felé a Cinkotai kihajtó előtt szintén mérnek, ez szerintem az előző, amit olvastam a hídról. Valamint azt nézem, hogy nincs más. Hétvégén Ausztriában is jártam, és azért meg kell nyugtassak mindenkit, hogy ők is tudnak... Ja, ez már nem SMS. Tessék? Nem, ez már nem SMS. Ők is tudnak hülyén sövény nyírni. Tehát képzeljétek el, és akkor mindig kicsit megnyugszom, hogy jól van, azért nem csak a magyar fejekben van a hiba. Úgy nyírták a sövényt, hogy okoztak egy 8 kilométeres dugót, de tényleg egy 3-4 órát álltunk, és egy autó, kicsi sávszűkítés, egy ember áll az autó előtt, és ami tájirányítós markolóval így, éppen gazoltak az A2 zárédet. Már ilyen sövényvágóval. Sövényvágóval, igen, ami ennyi markoló feje volt, tehát valami sövényt úgy gyomláltak, hogy a markolóval szedték ki. De ilyen horror dugó, olyan dugó, és azt hittem, hogy valami 4 busz, 3 kocsi, tudod, iszonyat lezárás, semmi. Egy csávó állt, és sövény nyírt. És egy csávó állt, és egy ilyen markolóval ott valamit pucolt, tudod, talált valamilyen nem. Ne felejtsd el, hogy nagyon sok honfitársunk dolgozik Ausztriában. Igen. Tehát lehet, hogy ezt mi csináltuk. Ja, lehet, hogy ezt mi okoztuk ezt a dugót. Igen. Nem, egyrészt bosszankodik az ember, hogy miért kell plusz egy órát autóban tölteni, aztán rájön ugye, hogy ez nekik igazából nem ünnep, csak egy sima hétköznap, mert itt hétköznap voltunk, és... Dacból csinálják. De kicsit meg is nyugszom, hogy Dacból. Jól van, na ez azért nem csak nálunk van így, hogy egy 6 kilométeres dugó, és azt látod, hogy két munkás ember beszélget valahol az M5-ös szélén, hanem ezt ugyanúgy az osztrákok is megcsinálják. Ez megnyugtató.
valamikor nem szabad elfelejteni. Persze, direkt csináljuk. Nagyon jól tudják, hogy ez mennyire fontos nekünk, és dacból nem ünnepelnek, hogy nincsen bennük semmiféle kollegalitás, pedig tudták, ők is benne voltak vastagon. Ugye, és tudták, hogy akkor biztos, hogy nagyon sokan mennek ki vásárolni egy kicsi kirándulást. Na, lesztek magyarok, akkor most az A2 nyírunk. Nagyon sokan menne voltak, igen, és most és aztán, hogy akkor most a bozótot nekik. Bozótot. Nyírunk nekik bozótot, visszakapjuk, és akkor most megakadályozták az arrafelé irányuló magyar forgalmat. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, hogy mit csinálhat Lajos Mexikóban. Ugye ez volt a kérdés? Na, így van. Mit csinálhat Lajos Mexikóban? Valahol a távoli Mexikóban megszólal egy denevér, Pedro, hoztál nekem zenés vacsorát? Kérdezi valaki, hogy ez a macskafogó. Energetikai szaktanácsadói állást fúvós képesítéssel keres, ez Marci küldte nekünk. Azt mondja, hogy úgy hallott, a Mexikóban egy mariachi zenekar trombitást keres. Igen. A mexikai drogkártel magához szólított a Lajcsit, mert személyesen a mestertől szeretnének tanulni. Rencsi küldte nekünk. Lajcsi látta a macskafogót, ezért gondolta, hogy sikeresek Mexikóban a kövér trombitásra. Nem is kövér Lajcsi, egyébként szegényként egy csomót lefogyott. Most már fogyott. Igen, itt volt nálunk egy pár hete, és hát igen. Hát ezért is van a zavarba. Hát lefogyott, hát a hónapok alatt. Jó, de nyilván ezért is lesznek majd zavarba, amikor majd találkoznak vele Mexikóban. Lustadi? Igen. Mit mond Lajcsi a mexikai határnál? Szervusz, itt a Dáridos. Itt a Dáridos. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát ez csak reagálva. Marcsika nem, ott van a... Milyen Marcsi ment oda? Mediátor Marcsika? Mediátor Marcsikáról, nem Marcikos. Azt mondta. Brokeros Marcsikos, Mexikos, Pihenos, Hosszú Idos, Szemlehunyos, Föl nem kell osz. Elkölt osz, de losz. Szerintem Társasz házba bealapoz. Soha haza nem tér osz. Nagyon mérkosz, emberosz, haragszosz, Marcikos. Én szerintem Marcsika már nem, nincs az élők sorában. Én szerintem nincs. Vagy valahol, nem tudom. Barbadoszom, hogy Venezuelában mulatja az időt. Lajos néven. Átműtetve. Kummediátor Lajos. Nem hiszem, hogy Kun a Kummediátort megtartottam Kun ezeket Lajos névre. Tudok, csak Kun. Kum. Lajos Kun. És akkor, ha te számüzetésbe vonulsz valahova, uh-huh, mikor egy olyan országon nincs kiadatási egyezmény, akkor ott te jössz-mész nyugodtan, vagy ott is bujkálnod kell? Hogy van? Jössz-mész nyugodtan, hát nincs, aki kiadjon. Hát most oda nem mehetsz, tehát a magyar rendőrség, vagy nem tudom ki, nem hozhat el téged onnan. Tehát ott téged nem lehet elfogni. Na, még nézzük egy dél-amerikai államot. Mondjatok egyet, mondjuk mi. Norvégia. Így van, köszönöm, Norvégia. Vagy Norvégia. Ez a kettő. Én mondjuk ellopok tőletek egy csomó pénzt. Igen. Aha. Most gondolkozunk egy kicsit hangosan. Ellopok tőletek egy csomó pénzt. Ti kerestek engem. Kerestetek a rendőrséggel. Én elmegyek mondjuk, nem tudom, Bolíviába. És akkor én Bolíviába az arcotokba röhögve sétálhatok, vagy azért a bolíviai rendőrség, a magyar rendőrség felhívására ugyanúgy keres, csak ha megtalál, nem ad ki, de azért engem Bolíviába ettől függetlenül üldöznek? Ha van egy Bolíviába nyugodtan beülhetek egy internetkafébe, és küldhetek nektek képeket, hogy hú, itt vagyok, hagyjatok meg! És lengetem a pénzeteket. Vagy pedig mondjuk engem, ha köröznek, igen. Tehát, hogyha van egy Interpol körözés, akkor nekik is együtt kell működniük. De utána megfognak, de nem adnak ki. Ott töltöd le, ha a börtönbe csuknak, mondjuk. Na, ez jó kérdés. Ez jó kérdés. Szerintem az is számít, hogy az ő törvények alapján te bűnözőnek számítasz-e. Uh-huh. És jó, szerintem akkor egy dél-amerikai országban nem tudsz annyit ellopni. Akkor nem pénz, a pénzlopás nem számítanak. Akkor nem, akkor annyit loptak téged. Mit? Akkor kinyírt téged a Balázs. Tehát nem a engem? Pénz. Hát engem nem nyírhatsz. Aha, várjál, érted? Akkor azért hogy kerestessem, ha meghal? Ja, ez nem jó. Akkor igen, szerintem egy gyilkosság esetében ki kell, hogy adjanak. Ki kell, hogy adjanak? Nem, hát ha nincs kiadatás, akkor nem adnak ki semmiképpen. Ezért megkockáztatom örülni neki, hogy itton kellene letölteni a büntetésed, és nem egy dél-amerikai börtönben. Nem szívesen mennék oda, csak azt kérdezem, hogy akkor nekem ott is rejtőzködnöm kell, vagy akkor én ott nyugodtan jöhetek, vehetek, és nem kell attól félnem, hogy ti megtaláltok. Tehát például ti rám tudtok küldeni egy bérgyilkost, nem? Hát uh-huh. De az bárhol, ahhoz nem kell kiadatási engedély. Na, csak mondom, hogy ti azért engem el tudtok tenni láb alól. Hogy a fenébe ne? Csak nem tudtok hazahozni. Persze, ne, hogy ellopjál tőlünk. Rosszul jársz, öcsön. Rosszul jársz, tesó, nagyon. És most, ha
Tehát Marcsika ott van, akkor Marcsika álbajuszban rejtőzködve valahol ő megy tejet venni, úgyhogy közben ő elváltoztatja az arcát, és ő elment egy placikai sebészhez Venezuelába, átütette magát, és ő ott éldegél. Persze, és néhány lefittyed a műbajusz, próbálja föltenni. Ja, most annál egy kicsit meg jobban csinálsz, igen, és nyomkodja a péknél, tudod, a műbajusz. Két kiló kenyeret kerek szépen, mert flopácsnit, meg egy flepúcsnit, és akkor kicsit nyomkodja. Flopácsnit. Flopácski. Na. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ha már BKK, tudom, hogy nem az ő buszuk, de... Új, de jó. Az egy szenzációs sztori, hogy ülsz egy buszon, próbajáraton, meg akarod venni azt a buszt, ha minden igaz, és tudom, hogy nem a BKK-hoz tartozik, és jelezték is, hogy nem mossuk össze őket ezzel, mert nem erről van szó, és nem is akarjuk őket bántani. Egyszerűen csak ugye egy próbajáraton, egy busznak a kereke, az kiesett, miközben, ha minden igaz, talán kínai vevők ültek éppen a buszon. Ugye? Az milyen durva, amikor egyszer csak lehagy a saját kereked. És mit ott... mondasz a vevőnek? mi az Isten tudsz mondani? Kirepültek egy vadonatúj kerekei, ugye a hír úgy szól, hogy BKV busz, de nem BKV busz, és hát szegény, valaki meg is sérült, jobbulást kívánunk neki. A lábán sérült meg állítólag. Egy új gyártású elektromos buszról van szó, és egy kínai delegációt szállított éppen, akik hát jöttek a lehetséges nyilván exportot ugye átbeszélni, hogy akkor mennyit vegyünk belőle, és ez mennyire jó lesz. Majd egyszer csak az elektromos busznak a kereke lehagyta a buszt. Milyen jó ajánló levél, mi? Hát igen. Hát ha nem direkt történt a dolog. Na. Hogy érted? De... Hát ezt a Volvo is tudja. Ezt is tudja. Ezt is tudja. Na és ezt? Vagy azt tudja mondani, hogy nézze csak, három kerékkel is megyünk tovább. Hoppácska. Semmi baj. Én egyébként ültem ezen a buszon, és tényleg nagyon menő. Ez egy elektromos busz, ugye? Elektromos busz, magyar fejlesztés, tehát elejétől a végéig, és nagyon-nagyon jó. Szóval ez mondjuk tök ciki, hogy ott nem volt senki, aki meghúzza a kerékcsavart előtte, vagy hogy működik az. Mert egyébként, amikor téliről nyári gumira átállsz, vagy fordítva, akkor is elmondják a gumiszervizbe, hogy 50 km után újra kell húzni. Igen, gondolod, de ott nem egy csavarral van rögzítve, hanem egy pár. De gondolod, de tényleg, hogy mekkora blama? Kiesik a kereke, oké, sajnos megsérült egy ember, szegény, tényleg jobbulást kívánunk neki, de jön egy kínai delegáció, akikről azért tudjuk, hogy hát borból se üveggel vesznek, ugye? Tehát, hogy tehát amikor úgy berendelnek egy nagyobb tájegység boraiból, akkor azt mondja a beszállító, hogy bocsánat, mi 30 000 palackot tudunk, 10 000-et, 5 000-et, és akkor jön a kínai, és azt mondja, hogy kéne 4 millió palack, és ott ül a magyar, tudod, hogy nem, bocsánat, más, volt ilyen, igen. Hát ez hányszor megtörténik, ugye, hogy eljön egy kínai és egy magyar borásznak azt mondja, hogy nagyon finom ez a borat, hogy 6 millió palackot át kéne lökni. Nem, 6 millió. 6 millió palackot, ebből most gyorsan megrendelnénk, és mondja a palőt, hát effektíve, ugye. És a kisebb mennyiséget megbeszéljük majd, ha majd igazán teríteni is kezdjük. ez egy bevezető mennyiség lenne. És ugye ugyanígy egy ilyen kínai delegációval ülsz egy buszon, és már az lebeg a szemed előtt, hogy berendelnek belőle, hát nem keveset, ugye? Tehát nyilván, ha mondjuk csak Pekinget így beterítjük, vagy nem tudom, rendelnek belőle néhány darabot. És egyszer csak böködni mellettet lévő kollégádok könyökrét, hogy Lajos, ez nem a mi kerekünk. Hát akart el a szemüket, elhagyott a kerék. Basszus. Ugye? És a kicsi kínai ül és nézi nagy szemekkel, ahogy hátulról a kerékbe előz. Hogy ahhoz azért úgy mit szólsz, mivel indoklod, mit mondasz, mi az az egy mondat, ami ilyenkor jó mondat, és ezt kellene megtalálni. Tehát mit tudsz ilyenkor mondani? Amivel kihúzod az egész méregfogát, és további vásárlásra ösztönzöd őket. Három. Van még három. És egyébként, ahogyha belegondoltak, az is azért fura, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, hogy a legcsillivillibb, a legfelspécizettebb, hát, a legjobban rendben lévő, a legpatentebb, tényleg a legdurvább repi buszt mutatjátok be, nem? Amiben elviekben mindennek rendbe kell lenni, sőt, még azon is túl. De nem lehet egyébként, hogy itt a próbájárat előtt egy kicsi kínai delegáció, egy pici része beszökött a garázsba, és megpróbálta felmérni a buszt, alámászni, hát vagy fotózni. Tudod, tehát ők már azonnal úgy jöttek, hogy megveszik, de közben azért ők azért úgy finoman alulról bemásztak a garázsjáratba, hogy megnézni, hogy miből áll ez. És ott valamit kicsit elállítottak, ráfotóztak, hozzányúltak. Hogy olcsóbban vegye meg a buszt. Olcsóbban vegye meg a buszt, vagy direkt előre újról olyan az a kerék, vagy otthon majd meg tudják építeni a konkurencia. Vagy a konkurencia. És kérdezik a portás, hogy Géza bátyám, nem látott valakit itt bejönni, aki ismeretlen, ha volt itt két ilyen, két méter magas, szűke, kétszemű csávó, Olafnak hívta az egyik a másikra, az meg Uwe volt.
Igen. Tehát, hogy mi a fenét tudsz ilyenkor mondani? És van valaki, aki vezeti a delegációt. Ugye? Tehát ilyenkor a busz megáll, félreáll, leszáll, a sok kicsi kínai vakarja a fejét, és parlament nézi. Parlament, nézzék csak meg! Igen, igen, oda nézzék, milyen szép, halászbástya. És állnak, és nézik, hogy kigurult a kerék. Hát azért az nem jó ajánló levél, ugye? Te pedig hát megpróbálod megmagyarázni, hogy ez nem az, aminek látszik, nyugodjanak meg mindenki, ez a busz, ez nagyon jó, nagyon olcsó, és igen, nagyon sokat vegyenek hogy belőle. Hogy hozhatod vissza őket? Már. Érted? Betelefonálsz a főépületbe a könyvelés, hogy lányok, mégiscsak vegyétek fel a harisnyakötőket. Szükség lesz rá. De mi van, ha a magyar tulajdonos úgy gondolkozott, hogy bebizonyítsa, hogy ez három kerékkel is megy? Tehát, hogy benne egy ilyen erő munkálkodott. Hogy kigurult az egyik kerék, és a buccon ő felordított. Nézzék meg! Voilà! Megyünk! Vajola! Vajola! És hogy látom, mindig gurulunk! És hogy látom, két kerékkel is! És kérdez, hogy Józsi, hallod, ha másik is kigurult, vagy amit. Tehát, hogy mi a fenét tudsz ilyenkor mondani? Azért ezek kellemetlen percek. Pici. Pedig milyen jó lett volna, ha ebből bevásárolnak, nem? És ezzel te már utaztál tényleg? Igen, igen, én. Akkor az út ki. Nem. De lehet. Én tettem tönkre a busz, de én előálltam ennek meg a hátsó. Szerintem percenként menj át, légy a másik oldalra. A hátsó kereke tört ki, vagy engedett el, nem tudjuk pontosan. Én előültem ebben a dologban, egy ilyen próbajáratot mentem vele. Szólni kellett, hogy a gyerekek a Feri leszállt, húzzátok meg a szárnyas anyát. Nagyon kátyus volt az úgy gyerekek, most már jók vagyunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Mi találtunk egy oldalt, ahol megörökítették ezt a történetet, amiről beszéltünk, mert hogy ugye itt volt egy kínai delegáció, és egy vadonatúj elektromos busz teszteltek. Budán a Gárdonyi térnél történt a baleset, egy ember megsérült, neki jobbulást kívánunk. Kigurult a busz kereke. És hát ez egy magyar gyártású elektromos busz volt, a kínai delegáció pedig ugye azért volt itt, hogy hát lehetőleg felmérje a terepet és berendelje belőle, nyilván nem csekély számmal szerettek volna ebből berendelni. Találtunk egy oldalt, maga a fotó, abban benne van a nagy magyar valóság. Látszik a fotón, feltesszük majd az Instagramra és a Facebookra, látszik a fotón a kitört kerekű busz. És három tanácstalan kínai. Nézzük, ami lehet. Nem tudsz nem röhögni, de mint egy Kusturica film, tényleg olyan. Hárman állnak fejvakarva a kigurult kerék mellett, láttam. És így nézik a buszt, és az arcukon a döbbenet. Vizsgálják a kereket, hogy mi történhetett. És a nyugdíjas bácsi a busz mellett, ő meg azt nézi meg, nézi a busz, van. A három kínai pedig csodálattal, vegyes ámulattal nézik a kitört kereket, és nem értik, hogy mi történhetett valójában. Minden benne van, de tényleg minden benne van. Elképesztő. Feltesszük, hogy nézzétek meg. Na, és ugye kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi ilyenkor az a jó mondat, ami nem baj, ha elhangzik azon ember szájából, aki vezeti ezt a kínai delegációt. Mivel mented a menthetőt? Ugye? Hát mit tudsz ilyenkor, igen, mit tudsz ilyenkor, igen, mondani? Azt mondja, hogy nagyon jó mondatok jöttek. Jancsi kicsit agresszívban menne át ilyenkor, és azt hinnál, na mi van, nem tetszik valami? Semmi baj nincs, írja egy másik hallgató. Valószínűleg defektet kaptunk, ilyenkor nekünk meg kell állni, a kereket pedig automatikusan az első gumiszervizbe küldjük. Nagyon jó. Szellemes egyébként. Igen, valaki csak annyit mondaná, láthatják, mi nem árulunk zsákbomacskát. Ezen a buszon menet közben is lehet kereket cserélni, most váltjuk le a téli gumit a nyári gumira, írt egy másik hallgató. Három kerék, kevés, 25 millió. Négy kerék, egy kicsit drágább, 30 millió. Mondaná valaki. Így van. Ne aggódjanak, itt a kínai szerelőnk, cseregumi hamar oda. Na jó, tényleg, ezt kikérem magam. Cseregumi hamar oda. Jön a kínai szerelő, hamarosan megoldja. Intelligens kerék, írja egy hallgató. Előre megy megnézni, milyen az út. Erika küldte nekünk. Előre megy megnézni, milyen az út. Nagyon szeretjük. Semmi probléma, emelkedő jön, a jármű automatikusan könnyít magán. Krisz küldte nekünk, tehát meg lehet menteni a menthetőt, igen. Mi nem hagytuk el a kereket. Már fél úton vagyunk a légpárna felé. Olyan jó az aerodinamikája a busznak, nézzék meg, kerék nélkül se lassú. Ez Kristóf küldte nekünk. Igen. Bocsánat, megnyomtam a kerékcsere gombot, ugye kell hátra szólni a buszvezetőnek, menteni, ami menthető. Igen, és hát még néhányan írják, hogy nem kell aggódni, ez a típus így áll meg. Köszönjük szépen az SMS-eket. Hát szerettük őket. A fotóban egyébként tényleg minden benne van. A három tanácstalan kínai arc az a szenzációs.
Föltesszük a Facebookra, jó, és az Instára ezt a képet, és akkor meg tudjátok nézni. Ilyenkor egyébként még valaki vásárolsz? Hát, meggyőzhető vagy, nem, hogy valami történt. Nem úszott el a dolog, vagy nehezebben? Szerintem nagyon nehéz ezt magyarázni, hogy ez csak Franzba. Egy húsos-e volt még ilyen, hát de most van. Hát, igen. Nem, szerintem elnézik. Nem? Nem, hát itt mondjuk az olyan, hogy fatális véletlen történt. Tehát, hogy nem igaz, hogy ennek így kellett történni. Nem igaz, hogy ennyire rossz igen. konstrukció lenne. Nincsen ezzel ekkora baj, szerintem. Ahogy René is írja, kicsi hiba, nincsen szerep. Nem szerep. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Találtunk egy nagyon érdekes cikket, amiről pár mondatot beszélünk, mert hogy Amerikában, képzeljétek el, lehetősége van az embereknek, ha nem tetszett egy-egy film, akkor panaszt tenni, és elmondani, hogy miért nem tetszett a film. És létezik náluk egy ilyen ügyfélszolgálatnak nevezett dolog, ami arról szól, hogy ha te valamiért nem szerettél egy filmet, ez lehet, hogy Magyarországon is van, nem tudom, csak én nem találkoztam velem, akkor te megírhatod az ügyfélszolgálatnak, vagy betelefonálhatod, és elmondhatod, hogy miért nem tetszett neked az az adott film, mi nem volt benne jó, vagy mivel nem értesz egyet. Hogy ezt írott formában teszed meg, vagy erre ott ül egy diszpécser, nem tudom, de ha ott ül és látva ezeket a jelentéseket, hát nem lehet könnyű dolga. Nem lehet könnyű dolga, amikor is valaki kijön az Alvin és a Mókusokról, a Titanicról, vagy a Kung Fu Pandáról, és betelefonál, és elmondja, hogy mi volt a baj a filmmel. És ezt megtehetik az amerikaiak, elmondhatják, és ha valami nem tetszett. Van ilyen pénz visszavizetési garancia? Tehát az nincs, az nincs. Nem, az nincs. Csak kijöntetik a lelküket. Persze, hát az azért visszakérni nem tudod, hát tönkre menne. Vagy újra forgatják a filmet. Tehát hogy túl sok bejelentés jön valamire, hogy a Titanic elsüllyedt, érted, és hogy a szegény Leo lecsúszott a vízéről az ajtóról, akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk egy új verziót. Akkor lesz egy rendezői változat. Rendezői cucc. Igen, és egy oldal összeszedte ezeket a panaszokat, egészen szórakoztatóak, és viccesek, hogy amerikai emberek mit gondolnak arról, amire beülnek, és mit találtak utána, milyen panaszt találtak utána bizonyos mozifilmekre. Például az Alvin és a Mókusok, ugye mindenki tudja, hogy miről van szó. Sajnos igen, nálunk is a gyerek nagy nézi. Nagy kedvence, de orvaszájban nézik, és bármikor ismétlik bárhol, kicsit olyan, mint mások leszkesítők, betörők, mi mindig megnézzük. Igen. Mirek szívesen. Nálunk is a Beni. Alvin és a Mókusok. Igen, minden este próbálom lebeszélni róla. Alvin és a Mókusok. Valaki azt írta be, vagy telefonált be, és mondta a következőt: szörnyű, még csak nem is igazi mókusokat használtak ezt. Ezt tudta beírni az Alvin és a Mókusokra. Szürke 50 árnyalata, ugye tudjuk, hogy az miről szól, ez egy erotikus igen. thriller, nem tudom. Arra azt írták, hogy nem ábrázolja a belvárosi parkolási lehetőségeket ne. A valóságnak megfelelően. De miért? Mert le tud parkolni a háza előtt a csávó? Nem kell sok idő, hogy látszódjon, milyen ostoba film ez, írja ez az oldal. 2 perce megy a film, a nő megy meginterjúvolni a férfit egy irodaépületbe, valami 40 emeletes acélból és üvegből felhúzott építménybe. Seattle belvárosában történik az egész. Az hagyján, hogy nem is kell keresni a szabad parkolóhelyet, de azonnal bekanyarodik egy üres helyre. Sőt, több üres hely is volt a bejárat alatt, vagyis nem ábrázolja a belvárosi parkolási lehetőségeket egyébként a valóságnak megfelelően. A környéken lakik, azt tudja, hogy ez egész csak egy fikció. És idetől kezdve a film hitelességes. A Titanicra ugye tudjuk nyilván, mit írhatnak, de hát azért ezt be is írták. Annyira nyilvánvaló, hogy a hajó el fog süllyedni. Valaki ezért nem szerette ezt a filmet. Kiszámítható a vége. Kiszámítható a vége, ezt ismerjük. Kung Fu Panda, ugye hát tudjuk, hogy egy a kung fu szerető kis animációs kis mesefilmről van szó, ahol a maci harcol. Nem elég hihető, már sok állatkertbe jártam, írta a lelkes amerikai. Már ott meg. Sokat járok állatkertbe, és Nat Geo Wildot is nézem, tehát nem hiszem, hogy az állatok jártasok lennének a harc. Nem mondjátok, hogy ez komoly. Üzemeltető pandáról sem hallottam. Igen. És még oda tette, teljesen hiteltelen a történet. Nem, ahogy, de ez komoly. Szerintem ezt viccből mondjuk. Nem, ezek komoly beírások. Nem. Egyébként nekem is, amikor megnéztem, hogy most így jobban belegondolok, ott kezdett el sátítani tényleg a dolog, hogy én úgy tudtam, hogy a pandák az olyan bambuszrügyeket esznek, ez meg össze-vissza zabál mindent. Rizsgolyókat, ilyen leves, olyan szósztak. Táncoló talpak, ugye ez is megvan, hogy mi történik, hogy pingvinek szerepelnek. Szexualizálja a pingvineket. Azt írja valaki. Gyűlölet és szex egy gyerekfilmben. Valaki ezért tett panaszt. Először is muszáj volt a lánypingvineket apró mellekkel ábrázolni. Mondjuk én nagyon szeretem. Igen, mondjuk ezért.
Eleve egy kicsit kirekesztő, mivel azokon a pingvin lányok, akiknek nagy mellük van, őket miért nem elápászoljuk? Igen. Másodszor elképesztő zavaró volt, hogy Topi és Gloria négyszer is világosan felismerhető szexpozíciókban landolnak, miután kiugranak a vízből. Jurassic Park, ugye nagy kedvenc? Szintén. Így van. Azok a dinók nekem nem úgy tűnnek, mintha igaziak lennének. Hát lehet, hogy nem is voltak azok. Nem mondta, hogy nem jó. Wall Street farkasa. Nagyon jó film egyébként, zseniális. Aki látta, láttad a Wall Street farkasát? Nem, hogy láttam. Nem láttad? Nem, nem. Gyöngyilágtól lompullásig. Elfújta a szél. Építeni. Igen. Wall Street farkasa. A következőt írt meg. Nem is volt benne farkas. Egy csillag. Az nem értem, egy csillag. Remek film, de egy farkas sem volt benne. Becsapás. Nincs is benne farkas. Pedig végignéztem, de egy sem volt. Úgy kellene nevezni, hogy a Wall Street embere. Oh. Mert hogy nem volt benne farkas. Igen. Óriási. Van, aki a Dino tesóra ír be, az is nagyon jó. Dino tesó. Ezt én nem láttam, én ezt nem ismerem. Ő csak annyit írt, végig vártam, hogy mitől olyan jó. De nem tudom, hogy ez egyébként mire vonatkozik. Star Wars ébredő erőt is kommentálták. Nagy csalódás, egy dagadt néző ült mellettem, és valami büdöset éreztem. Egy szubjektív szempont, megnyíl szólva. Igen. És a Mad Max-re írtak egy zseniálisat, a harag útja. Végig vártam, hogy Max jobban megharagudjon. Ja, hogy nem volt elég haragos. Nem volt. Max nem volt. Max nem volt elég haragos, igen. Nagyon. Meg van egy kettő, amit én nem ismerek igazából, azért nem olvasom be. Milyen jó, hogy nekik lehet panaszkodni. Igen, nem? Igen, és hogy egy ráérős idejük van tényleg, hogy hülyeségeket írogatnak be. Igen. De azon gondolkozom, hogy azért nekünk is nyilván van egy csomó film, és hallgatóinknak is, amire lehet panaszkodni. De most nem feltétlenül arra gondolok, hogy amikor tényleg az egri csillagokban észrevettétek, hogy a törökön óra van és elmegy egy zöld trabant, ugye hát ezek a nagy klasszikusok, hanem amikor valamiért a film az okozott egyfajta csalódást, akár ilyen vicces formában is megírhatjátok nekünk, hogy mi miatt csalódtatok egy bizonyos film. Is érted, hogy milyen csillagokról volt ott egyáltalán szó, meg egyébként is az egri csillagok azok mindenkinek a csillagjai, attól függően, hogy éppen merre fele fordul. Tényleg volt olyan csárokon óra egyébként? Ez egyiken volt. Egyiken volt. Ez igaz, egy kvarc óra volt? Egy állítólagos egy kvarc óra, akkor volt a Trabi a háttérben, van egy olyan jelenet, amikor egy repülő húz el az égen. Igen. Igen. Ahogy például a Trója című filmben is van egy ilyen alsó perspektívás. Ezek inkább akik, azok inkább akik, igen. Hát, ki tudja, lehet, hogy Ikarosz volt. Csak túl közelebb főtelepül, igen. Kondens csikkal. Igen. Na, biztos olyan hallgatók is van, aki beült egy filmre csak a címe alapján, következtetett valamire, és azt gondolta, hogy majd kap valamit, de nem tudta igazából, hogy ez a film miről szól. Elolvasta a címét, és azt mondta, na ezt kell nekem megnézni, beülnöm, mert a címe alapján ez biztos, hogy jó lesz. És nem egészen azt kapta, amire gondolt, vagy valami teljesen más történt a filmvászon, ezt is küldjetek el nekünk, jó? Morning Show. Ez itt a Morning Show. Oly, egy jó Jamiroquai, az mindig jó. 3.8 van, pontosan szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Egy jó kis Hip-Hop Boys. Hát, bár csak a Hip-Hop Boys ilyen zenét csinált, hogy érje nekünk valaki. Sopronnál a határ felé baleset van, útzár, kerülni Kópháza felé lehet, úgyhogy hát piknikre készüljön mindenki, ezt Messi küldte nekünk. 2A, Göttől befelé Dunakeszig áll, érdemes a régi kettest választani, írja nekünk Gyuri. Aztán már megint 35-ösön megy a kocsiban a zene. Geri Golfötös küldte nekünk, hát ez dicséret, köszönjük szépen. Aztán azt hiszem, hogy mi a helyzet az M3-ason, sokan írtátok, ott van egy útfelújítás is, illetve egy baleset is, úgyhogy teljes káosz várható az M3-as bevezetőjén újra. A Szerencs utca előtt egészen pontosan a belső sávot zárták le munkavégzés miatt, úgyhogy nagy lesz a dugó, mert egy sávot egészen biztos, hogy kiesett. A Csömöri Hév ütközött a Hév átjáróban egy autóval, a kocsi csúnyán néz ki, de a sofőr épségben szállt ki. Ezt tékülte nekünk, valamint Bükábrány belterületén a sportpályánál mérnek a rendőrök. Ez pedig Gyuri bá írta. Mi pedig ugye az amerikai mozi filmekkel foglalkoztunk, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó az amerikaiaknak, hogy működik egy ilyen ügyfélszolgálat, ahol te a film után e-mailt tudsz írni, vagy felhívni a diszpécsert, és elmondani, hogy hát miért nem szerettél bizonyos filmeket, és most valaki ezeket összegyűjtötte, és kiadták, ugye, hogy mire panaszkodnak az amerikaiak. Hát egészen szenzációs. Mondjuk az ügyfélszolgálatosnak valószínűleg csak az első 24 vagy 48 órában, vagy az első héten lehetnek ezek szórakoztatók, a következő héten már elkezd gyógyszerezni, pszichológushoz jár, stb. Igen. Ezt elviselni azért ez nem lehet könnyű. Írtak hallgatóink is, hogy nekik
egy-egy filmben mi volt a csalódás, vagy mi történt akkor, amikor ugye a cím alapján valamire beültek, de valami egészen más történt aztán a moziban. Terminátor 2, amikor a csávó előszivárgott a kockás padlóból, na azt már tényleg nem hittem. Az már sok volt, igen, előjött a fuga ezres. Olyan már tényleg nincs, írja egy hallgató. A Star Wars egyik részében sem volt a halálcsillagon WC. A bázison dolgozó rengeteg ember vagy lény, hová űr is kérdezi Zsorzsit. Nem láttál ilyet? Nem. Pedig amikor végig sétál, mit tudom, hogy látod a folyosón néhány romasztogasnak a gyűrűjébe, simán lehetett volna, hogy mondjuk a háttérben kinyírik egy kis ajtó, hallod az öbbitől a hangját, és jön valaki ki. Nem életszerű, hogy nem pisil. Egy admirális a sarkára ragadt a WC papír csíkkal. Fehér rohamosztogas, hogy visszacsatolja a cuccot. Igen. Gyilkosság évfélkor, írja nekünk Marian, amikor a nő évfélkor leesik az emeletről, korláttal együtt, a kamera közelít, és a karóráján 7:30. Nekem roppant kiábrándító volt. Azt mondja, hogy megnéztem a 300 című filmet, illetve aztán valakinek kölcsön adtam, amikor visszahozta, úgy nyilatkozott, hogy nagyon nem tetszett. Kérdeztem én, hogy miért? Hát hogy nem tetszett? Mert hogy Leonidas meghal a semmi hát, happy jó, end. Hiányzott, na. Most a történelem óra egy picit ilyen. Mondanám, hogy Szulejmán is most még megy, de igen, egyszer. De meg fogtok lepődni. A Pogány Madonnában nem is igazi pofont adott ötvös csöpi. Tényleg, hogy csomószor volt, hogy előbb volt a hang, aztán ért célba a pofon. Na igen, egyébként ez jó volt, igen. Beültem megnézni a Képlet című filmet Nicolas Cage-gel, mert bukásra álltam kémiából. Csalódtam, mert a film egyébként nem sokat segített. A Kedvencek temetőjét néztem moziban, amikor vége lett, egy mamit vettem észre, aki halára várt arccal nézte az üres vásznat. Mint kiderült, azt hitte, aranyos állatos természetfilmre ült. Igen. Beülsz a kezdő, az egy horrorfilm, ugye? Igen. Hát itt ráadásul elég hogy durva. Hogy adjuk meg a végtisztességet Mici-cicán. Igen. Ez tévé nem mozi, apám beült a tévé elő egy jó kis természetfilmre, a címe a Homok titkai. Pár perc múlva kiderült számára, hogy ez egy brazil szappanopera, ez zsúkülte nekünk. Star Wars ébredő elővetítésén a fél moziterem agyon akart verni minket, miután a feleségem hangosan kijelentette a legelején, hogy ez már most unalmas. Ezt ismerem, ezt az életérzést, abszolút ismerem ezt az életérzést. Én ezt a feleségemmel, a Vikivel néztem meg, és az ő egyik barátnőjével, és hát amikor... Kapott a film rendesen? Hát, szóval, hogy mondtam neki, hogy nem tudod ennyire elrontani az emberek örömét, beleért az enyémet, és amikor fölkiált ezt, hogy én ilyet vettem a gyereknek. És ő ezt a barátnőjével egyébként a sarokban vidáma minden egyes jelenetet kommentálta, aki én már bögdöstem, mondta, ne csináld, megvernek le, léci, menjetek ki, bárhogy csak hagyd nekünk, ez egy nagy dolog, hagyd nézzük. De ez nem a Csúvi a csillagok háborújában? Igen. Milyen sapkája van a Beninek, mondta Viki. Mondom, hogy Jézus, Viki, tudod már. Hogy megöregedett az Indiana? Bárcsak tudtam, hogy Indiana, meg bárcsak ennyire látna az összefüggéseket a filmekből, annyira nem. Annyira nincs otthon, igen. Szóval szörnyű tényleg, amikor valaki olyan ülősz be, aki nem értékeli a filmet, és nem tudja, hogy itt csendben imára kulcsolt kézzel kell azt a két órát végigülni, és hát nekünk is, igen. Igen. Ötödik elem nem volt benne se ceruza, se gomb, se elem, Szatyi küldte nekünk, hogy sehol egy ceruza, se elem, minyon, se elem. Igen, emiatt nem tetszett a film. Na jó, van. Köszönjük szépen az SMS-eket! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Kérlek szépen benneteket, szeretnék megmutatni valamit. Na. Oda nézzetek, mint van nekem. Azt a mindenségét neki. Tudod te, mi ez, Jani? Hát az oklevél, gondolom, valamilyen gulyásfőző verseny. Ne! Ez a diploma! Ez a, így néz ki egy diploma. Azt gondoltad volna? Azt a betyárját. Gondoltad volna? Nem, ugye hát ezt elmondtuk már, hogy nagyszerűen lediplomáztunk, a körülményekről nem akarok beszélni. Azért hoztam ide, mert a következő történt. Fölhívott engem, illetve nem fölhívott, hanem Facebookon keresztül üzent nekem egy ismerősöm, hogy van egy érdi nő, aki szeretne velem találkozni. Mondtam, hogy nyitott vagyok mindenre, hiszen párkapcsolatban élek, de hát nézzük, de hát meg, találkozom. Azért ez bármi lehet. Igen, összekötött bennünket, aki elmondta a hölgy, hogy nála van a diplomám és a szakdolgozatom. Mondtam, hogy
ne haragudj, de te ki vagy, és hogy kerül hozzád? A következő történt, ugyanis én hosszú éveken keresztül laktam Érden akkori párommal és kedvesemmel, akivel hát megszakadt a gyönyörű kapcsolatunk, jóban vagyunk egyébként, és elköltöztünk egymástól, és ő is elköltözött onnan. Ez a hölgy, aki engem megkeresett, az utcán találta meg. Nem mondod komolyan. Na, az utcán találta meg a szakdolgozatomat és a diplomámat. Nagyon jóban lehettek egymással mind a ugye? Mai napig, ha na, kihajította. Hát erről van szó. Ugyanis az exemmel most már nem vagyunk együtt 10 éve, ő nemrég költözött el, és úgy érezte, hogy ami házban van fölösleges dolog, azt ő kiteszi egy ilyen marha nagy kukába. A kukát azonban ott a helyi ilyen turisok áttúrták, és hát érezték, hogy ez a papír, ez nekik nem jó semmire. Bőr vagy műbőr, nem jó, ezért kidobálták, és az úton hevert, az út porában hevert a szakdolgozatom és az oklevelem is, amit egyébként én pont 2 évvel ezelőtt nagyon kerestem, hogy hol lehet, nem volt meg, túlléptünk rajta, és ez a hölgy, akinek az köszönhetet kell mondjak azóta is, folyamatosan megtalálta, és eljuttatta hozzám mind a kettőt. És én azon kezdtem el gondolkozni, hogyha ezzel a lánnyal, akivel én már nem élek együtt, nevezzük az egyszerűség kedvéért viccának, nem lenne. Így hívják tényleg? Igen, így hívják. Mi van? Persze. Gabriellának na, és annak na, vicca. Hát akkor hát így hívja, vicca. Gabriel és vicca. Vicca a Gabi, érdekes. Gabi vicca. De Gabi, most nehezen akadjál. Gabi vicca vagy vicca Gabi? Ha, nem, hát nem mindig emlékeztél rá, hogy hogy Gabi, hívják. És hát, azért szerettem vele járni, mert bárhogy hívtam, azt bár, értette. Így van, mindenképpen kuporodott. Hogyha én nem vagyok jóba, akkor annak idején fölgyújtja a cuccaimat, amikor szakítunk. Nézd, ez nem egy szimpatikus gesztus, hogy kivágta a cuccaidat a lomtán ütásul egyet, hogy már nem vagytok együtt. Hát, hogy tudja a számomat. Szoktunk, évente egyszer beszélünk, hogy nem kellett volna fölhívnia és azt mondania, hogy te Ferka, te állat, gyere már el, mert itt a szakdolgozatod meg a diplomád. Láttam a jegyeidet, ugyan sokat ne utazzál, érte, de ha kell, akkor... Vagy hogy nem kellett volna, vagy azt mondani, hogy figyelj, leteszem a portál, ha erre jövök. Vagy gyere be érte. Hát, ez nem egy érzelmi alapú kapcsolat volt? Annak idején nem pénzügyi. Nem volt hol laknom, ezért beköltöztem hozzájuk. De egy érzelmi szerelem volt. De nem lehet, hogy az exed jelenlegie dobta ki? Tehát kutatgatott a jelenlegi párja cuccai közül, és rábukkant Rákóczi Feri szakdolgozatára. És azt mondta, hogy ez mi az Isten, hogy hogy őrzi ezt még? Hát biztos még talán valamilyen érzelmi viszony fűzi hozzá, és titokban az exed jelenlegie kivágta a te cuccodat, mert egy kicsit az is lehet. Konkurál vagy rivalizál veled, igen, és megtalálta a cuccaidat. Nem az exed dobta ki, hanem az exed jelenlegie. De az exed jelenlegie nem lakik ott abban a házban, tehát ők nem ott laknak, ahol ezek az iratok voltak, az egy régebbi családi ház volt, ott az ő édesapja lakott, és akkor ez lehet. Most már nem lakik ott, ők azt eladták, vagy ő eladta a vicc eladt ezt a házat, és a cuccokat minden este egy ilyen marha nagy konténer bérelt az elmondás szerint, és ez lett beledobva, kérlek szépen, és onnan pedig a lomisok. Pedig ez hitelesnek tűnt. Mert kérdezni is akartam, hogy miért van ilyen brúnya szaga. Ez az igazi bőrkötés. Érted? És de olyannyira jól dobtak, hogy még van benne egy ilyen betét lap arról, ugye, hogy egy plusz szakot még elvégezte, ez is benne volt. Tehát úgy akkurátusan dobta ki. Kiváltusan dobta ki. Úgy, ahogy van az egész. Hogy ezt most én érezem bosszúnak? Hát, nem tudom, hogy váltatok el. Jól, vagy nem, hát jól. Akkor nem jól, ugye annak idején, tehát amikor egy kapcsolat megszakad, azért azt kevesen tudják jól intézni, de aztán később néhány beszélgetés és néhány év után tökre normálisan helyreállt a kapcsolat. Normalizálódott a dolog. És mindenki jött az intézetből. És egy gyógykezelés is sikeres volt, és igen, már nem kellett 10 gyógyszert bevenni. Engem is kiengedtek. Ja. Igen. De hogy ennyi év után, mondom, az évente egyszer vagy kétszer beszélünk, fölhívjuk egymást, hogy mi van, hogy van. Anyád. Fölhívjuk egymást, elküldjük egymást a jó édesanyjával. Hogy vagy, sehogy, akkor már ennyi anyja, mennyi te. Mindig más is ilyen voltak, te voltál ilyen. Igen. Hogy másnak is van ilyen, hogy ez a bosszú a izétől, az ex-től, hogy nem kapsz egy ilyen szúrót. Nem, más nem vesz fel még egy szagot. Más nem fölhelyezett az nem is. Nem a szakdolgozatodat, más nem veszi fel a mangalica szakot. Így van. Rántások és spiritásokból senki. A tökéletes házi földolgozása. A szakdolgozatod a krémlevesek titkaiból. Ez, én megmondom őszintén az azért. Az most mindegy, így van, hogy a szakdolgozat mindent. Igen. Tehát az igen, most tök mindegy, ne ezzel lovagoljatok. Hogyha aztán könyvkötésre disznóbőr című. Te tengeri, ahogy nem ismered. Nagyon jó lehet belekötni.
Érdekes dolog ez az ex és az exek cucca, igen. Erről beszélhetünk, ugye, hogy a jelenlegi mennyire hagyja azt, hogy az exettől legyen cucc, vagy meddig őrzöd az exet cuccait, vagy mi van akkor, ha neked fontos az, hogy te az exettől megőrizzél valamit. Mert már nem vagy szerelmes, csak neked az egy érzékeny emléket érint, és te szeretnéd megtartani. Majd jön a jelenlegi, általában vagy egyébként, ugye, hát nő az illető, ugye, tehát ez a nők csinálják, és valahogy elkezdenek konkurálni az ex-ex cuccaival. Én nem tudom, hogy ti jártatok-e így, de valahogy szerintem a paliknak kevésbé van gondjuk azzal, hogy az a csajuknak ott van még az exüktől egy elefánt ormányos kis párna, és akkor a hangod arrébb rakod, de hogy valahogy nem érzel indítatást, hogy kidobd vagy megszabadulj tőle. Miért van, azt kérdezem én, hogy a nőkben viszont, amikor új párkapcsolatot kezdenek, akkor egy ilyen teljesen, hát nyilván teljesen tudatosan letagadott. Újraformázni a Winchestert, eltüntetni egy-két nyaralós képet, megszüntetni a régi exek cuccait, likvidálni mindent, ami az előzőhöz kapcsolódott, tulajdonképpen csinálni tényleg egy ilyen tabula rasa, és azt mondja, hogy nulláról indulunk. Ugye engem sosem zavartak a csajaim. Hát, de őket igen. Exének a cuccai. Tehát, hogy én éltem ott gitárok, meg pengetők, meg nem tudom mik között, vagy éppen valamelyiknek az exe gitározott, de nem éreztem azt, hogy ezt Richie Blackmore-nak össze kell törnöm ezt egy marsabot. Tehát a csajokban egyébként mi van, amiért nem tudnak létezni az exek cuccai között? Egyszerűen irritálja őket, ez nem így van? Mert a wiki exein azokon a fotókon van ruha. A te volt barátnőidet, hogy azokon a fotókon nem volt. És hogy a szemünkben nem tudok nézni. Lehet, hogy csak tényleg ez a baj, de téged pasiként tényleg zavarna, mert engem tényleg nem zavart. Tehát láttál egy ajándékot, egy könyvet, van egy párnát. Van egy, aki utálok. De engem nem érdekelt az exe, nyilván már túl van rajta, azért van veled, nem már túl van rajta, ha éppen már nem fűzi semmilyen érzelmi viszony az exéhez, akkor nincs vele baj. Te neked van, aki utál? Nekem van egy, én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy azt konkrétan ezt csinálom vele, hogyha nem lenne nagyon fényes. Nem, ezt ha csaj csinálja, hiszem, de ez palitól nagyon de nem de a Mónikánál meg, van egy kép meg, a mai napig. Van neki egyszerűen olyan képe, igen, amit a legszívesebben tettem volna csúnya dolgokat. De aztán Mónikára való tekintettel azt megtart, tehát nem nyújtam. Volt olyan, hogy széttépted, bedobtad a budiba, Móni megtalálta, összeragasztotta, és az ott és kimosta. Igen, és ledomestoszozta. Celluxozott formában a palinak ilyen négy arca van, tudod, három felé nyúl a kezed, össze van rakva, és benne van ez. Igen, és ez fura, hogy gombos tűk voltak bele szúrva a szemébe. De mi ez, egy fénykép, egy kis párna, egy ormányos alsógatja? Fotó. Egy fotó? Mi zavar benne? Hát a múltjából egy darab. Hát, hogy utálom, mint az. Ugye, de te most a csávó, de ismered? De ismered? Igen, ismered. Milyen jó érzés ezt így elmondani most. De egyik az így gyökér. De milyen? Azért, mert a Móninak van egy fotója róla. És ez a Móninak fontos, hogy nyilván nem nézegeti, nyilván téged szeret, nyilván nem akar visszamenni az exéhez. Hát ez nem Móninak szól. Tehát, hogy ez nem Móninak szól, hanem ennek a gyökérnek. Jó, de szeretem, hogy így ezt mondod. Jó. Nem lehet, hogy egy kicsit itt magadra is haragszol, hogy a Móni... Hogy nem vagy elégedtem meg. Nem, vagy nem. Nem, hogy a Móni egy gyökérrel járt annak idején, és most veled az jár, akkor volt. Te is gyökér ez vagy? Nem a... Ja, tényleg. Érted? Ha a zsáka foltját, aha. Lecserélt egy ugyanolyan. Egy nagyobbra. Nem tudom, de a nőket valóban zavarja a dolog, hogyha te valamit elteszel. Nekem kötelességem elrakni a cuccokat, ha én mondjuk összejövök valakivel. Szerintem igen, nem szép dolog kihagyni. Most nem direkt kint, hogy nem adni. Érezd az árnyalatokat, az elrakni, direkt meg a direkt kínhagy között azért vannak árnyalatok. Jó, tehát az a direkt kínhagyás és az elrakás között. 92 soha nem feltelek el. De az ormányos gatyádat, azt hordod még? Marian Thessaloniki, 1989, csodálatos két hét. És egy brutál fotóalbum a bejáratnál, igen. Adrien Burgas, 1992, csodálatos. Még egyszer, köszi Kati. Szárazra porszívóztál. Igen. Vissza Roventa 1300-as. Igen, mint egy porszívó. Köszi neked, Gabi. Imádtam minden porcikát. De az elefánt ormányos alsógatyáddal mit csinál? Mit tudom én? Van egy pulóverem, és én azt az exemtől kaptam. Nézzünk egy ilyen helyzetet. Tessék, van egy pulóver. Az exemtől kaptam.
Ez miért mondtam kétszer? Miért mondtam minden üzenetben kétszer? Az exemptől kaptam. Érted? Hát mi bajod ezzel a pulóverrel? Ráadásul egy feltűnő darab, mert mondjuk egy rénszarvas van rá. De most nem, persze, igen, egy négy szarvas, rénszarvas, egy hatalmas nagy csőrrel, persze. Szeretlek, Balázs, felirat, és egy közös fotó az exemen. Mi mindig együtt. Most mint a valakinek van egy pulóvere, és az exétől kapta, és összejön egy új csajjal, és szerelmes, és szereti, de szereti azt a pulóvert. Nem kell kidobni. De akkor nem a pulóvert szereted, hanem szereted a nőt, akit nem el... Nem így van. Dehogy nem. Én itt csomó jó dolgot kaptam az exeimtől. Én értem, a, de csomó jó farmát. Jó, nem, miért alszol azzal a pulóver? Igen. De, mert fázós vagyok. Igen. De, rossz a keringésem. Miért volt már többszörös olyan, hogy megtalált a Viki a sarokban, hogy összebújsz a pulóverrel és sírsz? Szóval, mert érzelmi kötődés az van, hogy Tibi úgy hiányzok. Nincs érzelmi kötődésem, tehát miért várják el a nők, és most tudom, hogy ti nem vagytok nők, nem tudtok női aggyal gondolkodni, jó lenne, ha lenne itt most egy csaj, de Annának úgy sem voltak exé. Nem, már ők már sajnos mind meghaloztak. Ez egy idősebb generáció. Anna exéi már mind öreg otthonban vannak. Már nem nagyon tudnak beszélni, csak eszik a leves. Tehát, hogy... Eszik a leves. Igen, szívószál. Miért nincs most itt egy csaj? Jöjjön egy nő. Nincs a szerkesztőségben egy nő? Nincs ott. Senki nincs? Egy darab nő? Hát nincs, így a folyosón nem járkál egy nő. Akarok egy nőt. Most nekem kell egy nő. Tényleg beszéld meg otthon. Nincs meg pulcsibat. Akarok egy nőt és egy pulcsit. 100% bombolle. Adják vissza a pulcsot. Tiszta élő gyapjú, adják vissza a pulcsot. Tehát az egész házban nincs nő. Hozzatok le valakit a könyvelésről. Mindegy, mennyi idős, jöjjön egy nő. Nem, tényleg a női agyra lennék most kíváncsi, hogy miért várja el a nő, hogy ő azt, a Pali azt kidobják. Nem a nővel él együtt, csak van egy pulcs, én szerettem. Ragaszkodsz mondjuk a farmer gatyáithoz. Kaptál szűznapodra egy jó fa. Nem veheted földön be. Jézusom, ez valami ruhafetisizmus. Farmerok a pulóvernél. Így van. És a miért kell eltenni? Azért kell eltenni, mert érzelmi kötődésed van, nem a ruhadarabhoz. Azt a ruhadarabot te azért szereted, mert az exnőttől kaptad. Te mindenedet kidobod, amikor új csajod van? Persze, és a lakást is kiégetem. Jött a béka, igen. És akkor csinált egy enstadot, lesöpörtél minden ajándékot, minden használati tárgyat, minden volt egy bögréd, mit tett egy papucsod, tök mindegy, bármi, nem vetted föl többet, mert az exettől kaptad? Hát persze, hát olyankor teljes csere van az ilyen. De azért nem vetted föl, mert a béka várjál, vagy te se akartad fölvenni, hogy ne bánsz meg őt ezzel. Hát emlékeztet a múltra, az pedig egy lezárt része az életednek. Hát most mit óvni? Csomó minden valamit nem tudom, kitől kaptam már, csak szeretem magát a dolgot, úgy nem ér? De nem. Úgy hiába, azt úgy se fogja elfogadni a Viki. Már, hogy egyetlen egy nő se fogadja el, hogy nem tudod, hogy kitől kaptad. Na, tehát erre nincs konkurencia. Hát mennyire fura lenne tényleg Feri mindent kirapna, amit annak idején kapott, az sok régi bogrács. Fakadászó pörzsölőn. Igen, vágódeszkár. De gyönyörű karácsony volt az a 2002. Istenem, csoda volt. Fura, a pasik is ilyenek egyébként? Te a BK-nál találtál olyat, amit igen irritált, mint ex, és azt mondtad, hogy ezt ne hord, ezt ne csináld, ezt ne használd, mert te ezt a, mit tudom én, a Gábortól kaptad, és nekem rosszul esik, ha te azt felveszed, hordod, használod, mit tudom én. Hát igen? Persze. Tényleg? Hát nyilvánvaló, mikor ilyen régi képei előkerülnek ott exekről. Hát most... De ez egy önértékelési dolog, hát ez, legyetek tisztában magatokkal. Na, hát tudtam, hogy mi lesz. De várjál, nem, én azért utálom a csávot, mert ismertem. Ismertem, tehát hogy tudtam, hogy milyen ember ő. Jó, oké, meg lehet persze magyarázni mindig, hogy miért utálom, de ebben is van egy ilyen férfiúi rivalizálás, hogy ha az exet utálod, akkor kicsit alulértékeled magad. Hát ha nem tudod elfogadni, hogy a párodnak voltak exei, és azokkal ő boldog volt és szerette, akkor veled van a baj. Mert akkor te rivalizálsz, konkurálsz velük, és azt hiszed, hogy még visszamehet. Tessék? Hát csak rosszul esik az embernek, hogy most ott nézegetik a másik képeket, nem? Hát most ettől én nem érzem magam ettől kevesebbnek, vagy gyengébbnek. Mondjuk, Moli nem nézegeti, hála Isten. Ez egy már úgy az a tényleg, hogy szétszont fotók között, tudod, hogy kinek van, hogy igen, Istenem is jössze szétgyűlöl, vagy egy száznalapos habci. Na, csajok, tényleg, komolyan mondom, női hallgatókat keresünk, jó? Akarok beszélni egy nővel. Jó.
Hogy miért? Nem akarom őket győzni arról, hogy ezt te csinálják. Nem kell. Tehát a csajodat is meggyőzném, ha ismerném, hogy ne dobja ki az utcára a diplomamunkádat. Bármi egyek is vannak benne. Nem kérés pénzed van benne. Igen. Ami, csomót mentél utána az ecserén. Tehát egy csomó embert felkerestél, nem mire meglesz. Nem ecserés, én megírattam. Mire végre megcsináltad, hát már megvettél mással. Három hamis Eszterházit. Hát három hamis Eszterházit, meg egy Pannonia motor. Rendesen megírattad mással? Persze. Rendes, kisiparosként megírattad mással. Így is van. Tehát én munkát adtam ezzel embereknek, nem elmentem az ecserén és vettem egy hamisítványt. Halló! Megbízál egy diplomairól. Nagyon helyes. Biztos? Ezzel a névvel lesz órakozni. Drága női hallgatóink, tényleg mondjátok el nekünk, mi a baj? Mi a baj? Mi a baj az exekkel? Mi a baj a cuccukkal? Miért végeztek ti nagy takarítást? Amikor összeálltok egy új pasival, miért kell tényleg nulláról indulni? Ha vannak ilyen pasik, ők is írják meg nekünk, hogy férfiak, de én azt hiszem, hogy ezt azért elsősorban inkább... Tehát a nő a nővel sokkal jobban rivalizál, mint a pasi a pasivel, kivéve Janit, aki azért hazamegy még néha, és fölrakja a fényképet a falra, és pikádókat dobál. Rohadj meg. Valaki azt írja, hogy Móni Exe tényleg borzasztó lehet, ha a minőségi cserével Janit kapta. Gondoljátok el, milyen lehetett tényleg az ex? Na most gondold el. Milyen lehetett? Na, írjátok meg nekünk, csajok, hogy mi a baj az exekkel. Őszintén tessék nekünk bevallani. Ki mit dobott már el? Az is, vagy dobott ki, az is érdekel bennünket, ha valaki titokban csinálta. Mert én ilyenről is tudok. Vannak csajok, akik úgy tüntetnek el, hogy előbb-utóbb szépen minden eltűnik, de a pali nem veszi észre, mert fokozatosan csinálják. Igen. Hát, hogyha rá kérdez, fotóalbum, nem, egy ajándék, nem. Egy kedvenc bögre, és fél év, egy év, két év alatt, hogy mindened eltűnik. Hallottam már ilyet is egyébként. Évek alatt marad szépen. Ilyen kontúros sárga csíkok a falon, ahonnan képek hiányoznak. Kicsimit, nem volt egy fotó? Nem. De mi ez a volt? Jó, pasik, írjátok meg, ha ilyen a csajotok, illetve a női hallgatóinkat kérjük, hogy valaki telefonáljon be, és mondja, hogy figyelj Balázs, azért csináljuk, mert vegyétek tudomásul, mi így vagyunk nők, nekünk erre szükségünk van. Jó, valakivel szeretnék beszélni. És írjátok meg mindenképpen, hogy gyapjuholmit mivel mossátok. Igen. És adjátok vissza a pulóveremet. Igen, a kis pulcsim, az én pulcsim. Az elefánt ormányos pulcsimat. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Egy nagyon érdekes témáról beszélgettünk a hírek előtt, ugye Feri megtalálta, illetve pontosabban valaki más megtalálta az utcán heverve Feri diploma munkáját és szakdolgozatát, ugye, és hát kiderült, hogy egy vadidegen hölgy felhívta, hogy Ferences feküdt az utcán, vagy valahogy eljutott hozzád, és kiderült, hogy az exet kivágta a cuccaidat, hogy ott most lomtalanítás volt, vagy csak meglátta, vagy csak azt mondta, hogy na elég ebből, és most már nem akarja ezt tovább bámulni, ugye kirakta az utcán, és vagy, egy ismeretlen vagy tényleg megmondta, hogy a fürdőszoba előtt áldogál, kopogtat és szólogat téged, hogy gyere már ki. Miközben már 10 évvel hagytad. Igen. Jó, mondjuk én sem siettem a cuccokért 10 év alatt. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy miért kell, vagy miért várják el sokan, hogy az exek cuccát az ember lecseréje, kidobja. Nyilván itt nem arról beszélek, hogy tényleg, ha van egy gyűrűd, egy képed, egy pulóvered, akkor úgy kell felvenned, hogy na nézd, én ezt az exemtől kaptam, milyen jó, de egyszerűen belebújsz, hordod. Én azon az állásponton vagyok, hogy szerintem, ha Vikinek van ilyen, és tudom, hogy van ilyen, és tudom, hogy van ilyen, nem dobom ki, és nem... Igen, és szerintem maradhat, és az ember hordhatja, és 15 évvel ezelőtti valakitől kapta, azzal nincs baj. Két romantikus, érzelmes, érzékeny férfival ülök itt együtt. Janinak van egy képe, illetve Mónikának van egy képe az exéről, akit Jani utál, és szíve szerint azt a képet már sokszor megsemmisítette. Nagyon fontos egyébként, hogy Károly, nem rólad van szó, tényleg, csíteleg. A többieket most hagyj, ne szólítsam meg. Károly, Lajos, Dénes, Zoli, Zsolt, nem rólad van szó. Nem rád gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szívesen nyom még egy barna kúdát a képedre. És Feri is azt mondta, hogy már pedig le kell számolni ezzel, és új életet kezdik. Igen, rosszul esik. Tehát egy szerelmesnek most ott veszed föl a pulóvert, bújsz bele is. Nem, tök máshogy gondolom. Hát de nem gondoltad másként. Anyósom írt, megvédve az ő lányát. Ebben a témában magadra maradtál a véleményeddel, édes fiam, lásd be. Csókolom, mama! Mama azon a helyre tett, ugye? Nagyon jó. A kislány, de most nem csak rólam és a Vikiről van szó. Az anyjáról van szó. Nem csak a gyereke, érted, a Viki a lánya, de nem Vikiről beszélek is magamról, hanem... Nem utoljára, édesfiam. Édesfiam, lásd be, magadra maradtál. Nagyon jó. Nincs jobb egy reggeli SMS az anyósodtól. 3:49-kor. És ne gyere át vasárnap. Aki kajámosoljál az arcán elküld, és még odaírta. Puszi. Puszi. Hétvégén találkozni. Lesz miről beszélgetni vasárnap? Puszi, csak így ártatlanul. Aj, mama. Én nem dobálom ki.
Ne, nekem ezzel nincs bajom. Na, jöjjön egy nő. Tényleg nézzük meg, hogy a nők miért csinálják, mert érdekel a női észjárás. Én tudom, miről van szó. Tudom, miről van. Itt két önbizalomhiányos pasival ülök együtt. Alapjában véve ez önbizalomhiány. Dehogy is. Nem. Irigy vagy a régi boldog pillanatokra. De nem vagy rá irigy, az megtörtént, csak ne hány torgassa föl, ne hozza elő, ne vegye föl. Ezt egy csajtól kapta ezt a pulcsit? De hogy is, most vettem a izébe valahol. Ja, egy, miért gyűlik évezet, tessék? Mindig ugye leszállt az emelet. Miért nyomtak bele ebbe a szerbe, aki szagolgat egy rózsaszín pulcsit magán? Hát mert ez az igazság. Megfogtam a pulcsim nyakádat, de ez nincs baj, nem az exemtől van. Nincsenek nagyon ruhadarabok. Sosem láttam egy férfi Hello Kitty-s pulcsit. Nincsenek nagyon ruhadarabok az exemtől egyébként. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Emese vagyok. Emese, hello Emese. Na, te is nagy takarítottál? Hát igen, mert a páromnál még kint voltak a régi képek, vagy hát a szüleinél, akinél még lakott. Aztán mondta neki, hogy ez így nem lesz jó, ha néha is megyünk, tehát én azért nem szeretném nézni. Meg az ilyen kis valentinnapos kis ajándékokat is pakolja el, vagy dobja ki. Aztán hát persze ő azt megértett, hogy engem ezek zavarnak, mert én is úgy gondolom, mint a Feriék, hogy egy ilyen kis nosztalgia, vagy valami azért benne van az emberben, amikor ezt meglátja, fölveti, stb. Na de a csajok miért gondolják azt, hogy egy pali például nem lehetett boldog azelőtt, mielőtt valakivel összeakadt? Tehát nyilván a te pasid is volt valakivel boldog, de az elmúlt, lecsengett, már nem szereti, téged szeret, hát azt miért kéne... Hát de azt akkor zárja le. Ha boldog volt, akkor volt. Boldog, hát de lezárta, jó, hát veled van. Velem. Hát de veled jó, van, de akkor azokat el lehet... Tenni, jó, vagy a kép lehet a dobni. Falon az valójában nem szerencsés, tehát ha veled van, akkor ne legyenek ott Madeira, Majorka, Balaton szemelső. Egész a garnitúra tele van mindenféle valentinnapi ajándékokkal. Tehát nyilván a falon az nem túl ízléses, de mit tudom én, ha volt a pasidnak, hogy van neki egy pulcsia, vagy farmerja, cipé, bármi, akkor azt ne vegye föl többet, mert az is az exétől van? Így van. Komolyan? Persze. Kidobattad vele a ruháit, amiről tudtad, vagy az ajándékokat, vagy tényleg egy kicsi valamit a polcon? Azokat nem hozhatta el. Nem mondod komolyan. Hát de most hozza át azokat abba, ahol az új csajhoz megy, és akkor átviszi a kis bögrét. Ezt Valentinra kaptam az exem. De várj, de között is van különbség, hogy a kakaómat iszom az exem bögréből, vagy csak ott van a száz között egy bögre, és nem töröd össze. Ne nem minden nap úgy veszi elő, hogy az exem bögréje, csak használja, iszik belőle, és mondom, szereti ezt a bögrét, és már nem is tudja, melyik csajtól van, csak magát a bögrét szereti. Ez lehetetlen? Hát az a baj, hogy tudtam, hogy melyik csajtó van, és hogy az utolsó csajtó van, úgyhogy így egyáltalán... Ez a baj veletek, hogy konkuráltok, harcoltok egymással. A harc, te nincs elég önbizalmad, Emese, valószínűleg ez a baj. Attól félsz, hogy még kicsit szereti, vagy a boldog pillanatokra vagy így, nem? Nem tudom, lehet, hogy ez is benne van, de szerintem a nők 90%-a így gondolkozik. Egyébként igen, mióta vagytok együtt? Most már egy éve. Ó, friss még a dolog, értem én. Igen. Ezt. Persze. És anyukáiknál a lakástűz után kifestettek már? Igen. Amikor rájuk nyitott a bázon. Nem, akkor a baj nem volt azért. De a legjobb, hogy az én exem viszont ezt elintéztem, mert elvitte az én összes ruhámat, amit ő úgy gondolt, hogy ő vesz nekem, pedig hát közös karszám voltunk, úgyhogy ilyen nem volt. Úgyhogy ő ezt elintézte. Ilyen nem volt a páromnak, jelenleginek nem volt mi zavarja igazság szerint, mert kb. Mindenemet elvitte. Aha, mondjuk ő is ultra jó fej volt. Igen, nagyon. Hát ezt téged zavar, akkor ezt meg kell tenni, persze. Tehát ha te megkéred, akkor azt a párod tegye meg. Tehát ezzel nincs baj, csak talán ez, picit nekem ez húra, de én értem az emocionális részét ennek, hogy ti mire vagytok. Nem féltékenyek, csak mi az, ami zavar benneteket. Köszi, hogy elmondtad. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Nem is tudtam, hogy van női énetek egyébként. Ez most számomra új, hogy egy ilyen női oldalatokat is verem meg, hogy kicsit azért úgy az exek azért, hogy nagyon... Eddig nehéz volt előhozni. Igen, az én női énem elnyomott benneteket, de Te nagyon domináns csaj vagy. Tehát, hogy azért te ki vagy borulva egy fotóra, téged zavarnak az exek cuccai, komolyan mondom. Én azt sem tudom, hogy mi van tőlem, már nem úgy értem, hogy mi van tőlem, mert tudom, hogy mit vettem a Vikinek, de hogy most van-e a lakásban valami olyan. Tehát, hogy ez így nekem sose tűnt föl, vagy itt sose zavar. Jó, nem, dobom ki őket, hazamegyek, kivágom a fejét az összes. Exceptől kaptam születésnapomra egy telefont, amit imádok, jelenleg is használok, meg se fordult a fejembe, hogy kidobjam, elrakjam, elcseréljem. Ugyanilyenek a férfiak fél év után is az előző barátnőtől kapott fényképes naptárlóg a falon. Élmény volt a naptár alatt szeretkezni, csak azért nem jegyezte meg, mert tudtam, hogy csak azért van még ott, mert lusta volt levenni. Puszi nektek, Krisztina. Én például elégettem a kazámba az összes olyan fényképet, amin az ex szerepelt. Persze titokban, ha láttatok volna, micsoda haja volt, meg micsoda ruhákat hordott. Na, de erről
beszélek. Amikor a jelenlegi meg aztán pláne fikázza az exet, na ott aztán tudjuk, hogy miről van szó. Nekem egy Mini Cooper maradt az előző házasságomból, mivel közösen vettük a volt feleségemmel, az új barátnőm nem volt hajlandó beleülni. Azért ez nem volt hajlandó beleülni, el kellett adni. Hát az meg még igazibb érzelmi kötődés, érted, hogy még anyagilag is közös a cucc, tehát nem csak, hogy ott ült az előző nő, hanem azt közösen együtt választottátok ki, együtt fizették. Komolyan mondom, a Viki Exé, miért nem vettek Mini Coopert a Vikinek? Én tök szívesen beleülnék, el is kérném hétvégére. Kicsim, hétvégén én viszem az autót, meg azt. Semmi bajom nem lenne ezzel. Én vagyok egy ilyen emocionálisan analfabéta, igen, egy érzelmi analfabéta. Vagy. Egy érzelmi, egy góbi sivatag vagy? Egy sivatság maga. Azt mondja, hogy Miriam vagyok, én tudom, milyen érzés a pasiém exének cuccait kidobni, de amit én kaptam, az a mai napig megvan, én nem mondtam el soha, hogy honnan van. Na, ez is nagyon szép, ez igen. Én egyszer az ex mesztelen aktus közbeni képeit találtam meg takarítás közben, finom balhé keretében kértem az akkori párom, hogy tüntes el, azt ígérte eltünteti, legközelebb megint megtaláltam máshol. Na, ez viszont nem szép. Tehát, hogyha megkérte, viszont rejtegeted, az nem szerencsés. Akkor már a szemem előtt kellett széttépve megfájnia tőle. Én szóltam neki előre, ezt Kata küldte nekünk. Remélem volt máshol. Igen, kínos témát feszegettek, feltörtek bennem az érzelmek. Persze, hogy törlöm, mikor a képen nyalogatja az orrát. Micsoda. A képen nyalogatja, mai napig kiütném a csajt, ezt Évi küldte nekünk. Balázsnak van igaza, egy magabiztos nő nem kéri a tárgyak kidobását. Persze egy jó érzésű férfi ugyanakkor nem teszi ki az exposzterét a közös WC-be. Szóval van határ, de a tárgyak maradhatnak, ezt Csilla küldte nekünk. Képzeld, hogy ülsz a WC, és szembe veled az ajtón, tőled fél méter, ott van az exnek a fotója. Igen. Egy nagy poszter. Írja nekünk, hogy neki a pasia tüntetett el mindent az exétől, rengeteg levél, fotók, plüss, és sok-sok emlék egy dobozban, persze letagadta, hogy nem ő volt. Na, az milyen óvodás. Kicsim, te dobtad el aki a rózsaszín plüss elefántjaimat? Nem én voltam. Nem tudom, hol van. Azt mondja, igen, azért ez érdekes. Nőként sosem vártam el, hogy megváljanak az exek emlékeitől, de az exem a DVD-ket, ami a külföldi nyaralásokat tartalmazta, széttörette és kidobta velem. Kidobatta velem. Aha. Tehát ő nem várt el nőként, de a pasi azért ezt megtette vele. Még jó, hogy volt másolat. Ugyanakkor írja nekünk az illető. Nekem a párom a Facebookról kezdte el törölgetni a női ismerősömet, ismerősöket, nem csak az exeket. Nem mondjátok, hogy ez is természetes. Nem, ez már egy nem? Több annál. Tehát, hogy jó, nem, őszintén hányat törölték ki te kis női lélek? Móni oldaláról. 10-20? Érted, mi az? Még egy tucat sem volt. Én azon a párnán alszom, amit a barátnőm az exétől kapott. Milyen jó pasi, ugye lefekszik. Oh. Minden este úgy fekszem le, én nyertem, geco. Ez a helyes hozzáállás. Igaz, ez jó. Lehet ezt így is kezelni, de egyébként ez az egészséges hozzáállás. Kit érdekel az a párna, meg Farber, meg Gyűrő, te vagy vele, téged szeret együtt. Mini Morris. Kit érdekel az exet? Hát igen, meg a Mini Morris. Tök jó, igen, a Mini Morris. Meg a garnitúra, a ház, a kert. Igen. De egyébként tényleg így van, mert hogy te nyertél, veled van, és nem pedig az exével. Ennyi. Mondod ezt te. Aki azért már négyszer széttépted volna a fotót, azt már jó, de tényleg egy gyökér. A zsigeri gyűlölet maga. Igen, persze. Én nem mondtam el a páromnak, hogy a kedvenc pulcsim az exemtől van, amúgy neki is tetszik, és te Erzsike küldte nekünk. A gyerek az, ami az exem utódja, mit csináljak, adjam zaciba? Kérdezi valaki. Hát igen, az már egy érzékenyebb. A nők emocionálisak, így ennek megfelelően gondolkoznak, minden tárgynak érzelmi töltete van, így utálunk mindent, ami egy extől származik. Egyszer a barátom már férjem egy bortúra után, az egyetemi csoporttársaival természetesen nem koedukált, micsoda, hazatért egy új pólóval, ami női parfümmel volt befújva. Tudtam, hogy van egy rajongója, és biztosra vettem, hogy tőle kapta, nem akartam nyilvánosan pörölni vele, így megpróbáltam tönkre tenni. Kimostam 95 fokon 8-szor. Leöntötte vörösbollal. Túlélte a nyomorult. Végül, amikor költöztünk, véletlenül eltűnt. Ó, oh, Istenem. Oh, ez van. Győztem. Írja nekünk Kriszti az SMS. Igen, nagyon jó a mai témátok, Bali. Női hallgató vagyok. Én azért szoktam félretenni, kidobni az exektől kapott cuccokat, mert úgy gondolom, hogy nem tudok tovább lépni addig, amíg azok kint vannak a polcokon, ha mondjuk valami figuráról, vagy plüssállatról, vagy bögréről van szó. A ruha téma az más, dobtam már ki dolgokat, azért, mert nagyon mérges voltam. Szóval túl kell rajta lépni. Érdekes. Látod? Minden nő velünk van. A női lelkekkel. Igen, mi van, Bali, lomtanítás van állatok?
Gyerekek, a Feri hozta be, hogy az exe kivágta a diplomamunkáját. Csak mondom, a téma innen indult, hogy Feri megtalálta az utcán a diplomamunkáját. Szatyi kérdezte, hogy Viki valami nagyon jó cuccot ki akar dobni. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.